Balázs legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk pontosan 15 perccel. Hogy is legyet hétfaj, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello, drága hallgatók. Itt vagyunk. Milyen nap van ma? Hol lennék? Szerda. Szerda, hétforduló. Hiszen tudod, miért öltöztél ennyire szép színesbe, mész értekezletre. Ó, a jó kis értekezlet. Ja, igen. Kivel is? Ez nem a bevonuló cuccod. Ez az értekezletre bevonuló. Nem tartom fejbe az értekezleteket, annyira jelentéktelenek, úgyhogy... Hát de szerda, tudod. Tényleg, tehát így ezeket nem vagyok hajlandó. Nem, még mindig a zsákban macska az elsődleg. Nem, én szeretek valójában dolgozni. Ott meg nem nagyon történik munka. Úgyhogy nagyon szép idő van, és egyre világosabb már így korán reggel is, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Megérdemli. Ez nem volt tudatos. Este 9-kor egy szápólós idő volt még. Igen. Este 9-kor simán lehetett közlekedni a városban, egy szápolóban, napközbeni kerékpározás, már jönnek a nagy csodák, miniszoknyák, kivágott blúzok, őrület van. Zsül, te mit bólogasz, te itt ültél egész nap bent a keverőpult mellett? Voltál ki? Kim voltál? Bicikliztél. Bicikliztél? Tök jó hangzik. Bicikliztem. Csak Zsűrtől olyan furcsa. Rolleroztam, libikókáztam. Jaj, én is kim voltam, de én ilyen 2-kor voltam kint a kocsinál, mert kellett belőle valami, egy szál kis boxer alsóban, és nagyon jó idő volt akkor is. Ki lehetett szaladni? Nem tudtam aludni valami, nem tudom, egész éjjel fenn voltam. Nem aludtam. Basztus. Te se? Én se. Nem és tudtam, a gyerek se. Is rosszul aludt. Én nem hiszem el egyébként, hogy, mert azt gondol az ember, hogy egy saját egyéni szokások határozzák meg alapvetően azt, hogy te hogy alszol, meg mit csinálsz. Csak amikor jönnek be egymás után a kollégák, és ugyanarról számolnak be, engem egész éjjel kergettek. Valamikor hajnalban, ráadásul én is 2-körül felriadtam, iszonyatos szívlógással, és visszanyugtattam magam, és semmi gond nincsen, még aludhatsz, mit tudom én, 2 órát, de jó, nyugodjál meg, semmi gond, már nincsenek itt a csúnya bácsik. Igen, 11-kor vacsoráztam, úgyhogy ez is benne volt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy itt azért vannak már ilyen kis összefüggések. Valami biztos, hogy valami volt. Biztos, hogy valami volt, mert mondom, a gyerek is rosszul aludt, a nagyobbik, a kicsi nem annyira, de ő is elég sokat volt fönt, én is nagyon rosszul aludtam, én 2-től vagyok fönt, mondom, kimentem a kocsihoz, kivettem öle valamit, néztem a csillagokat, mondom, milyen szép idő. Gatyában. Kis alsó gatyában, egy kis pipiskedve kirohantam ez itt a fűbe. Fölnéztem, megnéztem a csillagokat, nem tudtam aludni, ilyen 3:30 körül tudtam aztán visszaaludni. Az ami azért könyörtelen, minden. Mert utána meg már 5:30 koszol az óra, tehát akkor már bárcsak ne aludtam volna vissza. Úgyhogy nem tudom, valamilyen közös. Közös dolog történik. Lehet, hogy hol tölte volt, vagy... Nem, az pont nem. Mert ha várja, Juli nem aludt, Jani és te, akkor azt mondja, hogy Juli tegnapi képei nem ráztak föl benneteket? A glamour képek lett jó miatt. Hát azért az inger küszöböm azért már nem magasabb. Itt van. Szóval igen, azért, ha kamasz lennék, azt mondanám, hogy rendben igen, de hát azért lassan 40 évesen azért ennél több kell, szóval... Így van. Jó képek, abszolút jó képek voltak, de nem tudom. Nem, ahhoz nekem még kellett volna még 3-4 különböző korosztályból, érted? Akkor már lett volna gond. Ugye, hogy az inger küszöböt az így meghalad. Akkor nagyon gyorsan vissza akartam volna aludni. Igen. Úgyhogy ez van. Ez a bevonuló cuccod? Nem, rákérdeztem így finoman, de nem válaszolta, nyilván terelni akarsz. Mi az a bevonuló cucc? Hát mész börtönbe. Mész a sütre, öreg. Tudod. De nem megyek börtönbe. De mész. Hát akkor most mész, vagy nem mész? Most akkor döntsd el, hogy mész. Most döntsd már, mert érted, akkor nekünk is úgy kell megoldanunk a pótlást, akkor be kell írnunk a dombit, vagy valami, érted? Hogyha akarod, összedobjuk a pénzt. Tehát az adósok börtönében mielőtt ki tudják szabadulni, mi van? És még egy dolgot kérnék szépen, hogy ne hazudj össze-vissza az újságnak, mert megírták, hogy már nekik kamuzol is, és mész börtönbe is. Jó? Úgyhogy ezek vannak. Legyél velünk sokkal. Börtönnel fenyegetésre sem. De erről tegnap beszéltünk, hogy kaptam egy levelet. Aha. Igen. Majd adás után felhívtam a nem tudom milyen járási bíróságot, hát végighallgattátok a telefont. Igen, azt. És elmondtak, hogy igen, csekk már nincs valóban, de még egy utolsó utáni lehetőség van, ahol be lehet fizetni a Magyar Államkincstárnak. És akkor ott eljutottam a mi ügykezelőhöz, aki elmondta a telefonszámot, meg a bankszámlaszámot, meg nem tudom, hogy akkor befizettem. Mert mit tudott ebből írni a bulvár? Na, nézzük, mennyi a valóság alapja, tessék. Ebből mi lett? A legjobbat mutatom, hogy ugye ők utána fölhívtak állítólag téged, beszéltek. Hát a sajtóssal, igen, én mondtam két mondatot, igen. Na. Igen, azt mondja, adás után kinyomoztuk, hol ezt mondtad te, amit most elmondtál. Igen. Neki,
Most akkor a 418-as vagy a 412-es verzió igaz? Kérdezi munkatársunk. De te nyilatkozott be benne, hogy adás után igen. Kinyomoztuk. Na hát ezért. Úristen, de esetétek ezek a borsnát. Hey, jó Isten. Okos, atya úristen, ezt a szellemi mélyrepülést. Leírja a sztorit, hogy reggel ezt itt elmesélted, leírja azt is, hogy te 10 után telefonáltál és befizetted, majd megkérdezi, hogy a 418-as vagy a 412-es sztori az igaz. Atya úristen, és persze aláírni ilyenkor nem merik. Az a legszebb munkatárs. Atya úristen, nagy a baj már a borsnál is, én azt gondolom, gyerekek. Elérték a szellemi mélyrepülésnek az alját, nem? Tessék? Írni kell valamiről. Ja, sajnos. De micsoda csapatszellem van, hiszen azért nem írják alá, mert ők ámblok vállalják a felelősséget. Igen. Igen. Ja, Isten, jó, hát valamit írniuk kell, szerencsétleneknek. Nem baj. Holnap úgyis ezzel törlöm ki a seggem. Na, de az kemény. Kérje meg előtte valaki kemény. Fél arra, hogy gyűrögesse. Igen, igen. Tehát ahhoz kemény tényleg. Bátya úristen, komolyan megőrülök. Tényleg, írjanak, amit akarnak nagyon. Emberek, úgyse veszi őket senki komolyan. De amit olvasom, már az emberek eljutottak oda a bulvárral kapcsolatban, igen. Hogy elolvassák, és nem hiszik el. Ha. Nem hiszik el, mert tudják, hogy igen. Ezt a bors írta, és egyszerűen nincs igazad. Nincs igazad, mert akkor hiszik el, vagy akkor elhiszik, hogy egy olyan szeméről van szó, akit egy picit valamilyen okból kifolyólag nem kedvelnek. És hogyha valami rossz indulatú dolgot leírnak, és téged adott esetben az illető után, akkor biztos, hogy elhiszi. Van egy réteg, de most már egyre többen azért fenntartással kezelik, tehát hogy tehát legalábbis nekem bárki bármit mondta, hogy mit olvastunk rólad, ha igaz, meg jaj, abban olvastuk, meg ja, a borsírt, akkor tudott a persze, tehát hogy biztos néha van valami igazságtartalma, legalábbis velem kapcsolatban az esetek 90%-ában hülyeség. Nem sikerült megírni, igen, a tudat. Nem, baj, majd ezt most megírják. Majd most ezt írják meg, hogy WC-re mész vele. Ezt a megszólalást? Nem értem, hogy mi az ellenmondás nekik, tudod? Tehát a 418-kor elmondom, hogy valóban jött, és nincs csekk, és elzárása váltották. De 10 órakor elkezdtem telefonálni, mint a hülye, hogy valahogy ezt még higgyék el, hogy be lehet fizetni. 10:30-ig jutottam a Magyar Államkincstárhoz, akik nagy nehezen azt mondták, na jó. Akkor vagy egy valami járási bírósághoz, hogy igen, még ő nem tudta, mert nem írtuk le a levélbe, de egy utolsó utáni lehetőség van. És akkor hát egyébként hallottátok a telefont, de ott adták meg a bankszámlaszámot. Tehát nincs ellenmondás. Igen, semmi nincs benne. A megyek a sitre, mert ez van a levélbe, meg adás után telefonáltunk párat, hogy azért mégse kelljen. Ők se hülyék, hát inkább a bevétel, mint a költségért. Tehát ha bent lennél, csak költeni kellene rád, így megért. Igen. Ez jön valami kis csúrán csepe. Na, kamat van rajta. Na mindegy. Bocsánat, büntető kamat legalább van nem rajta. Volt rajta semmi, tehát azt az alapösszeget kellett befizetni, ja, amit egyébként a 10 000, tehát nem tettek rá semmit. Mit akartál kaptunk, mondani? Kaptunk ajándékot. Végre. Kaptunk ajándékot, az egyiket a takarítószolgáltól, kaptunk tőlük egy új perseit, nagyon szépen köszönjük, még számláló is van rajta, csak átlátszó, úgyhogy az egyébként jó, mert látják, ha nincs benne semmi, akkor de mi az, mit kaptunk tőlük? Egy perseit, egy malac perseit. Mit csinálják egy üres perseje? Hát most már semmit, mert mi nem fogunk gyűjteni ja, semmit. Egy rohadt tehát, forintot igen, nem teszek be. Jó ha. Lesz, ott fog majd az asztalon, majd neki támasztok valamit. Inkább elmondok 1000 jaj gyereke, de egy forintot nem teszek de be. De miért ők lopták el a perseit? Nem, csak egy figyelmesség. A másik viszont egy paksi csomag. Na, egy paksi hiattam. Csomag, igen. Hát kaptunk egy először is egy bögrét, azt nagyon szépen köszönjük, abban nincsen semmi extra. Viszont azt mondja, hogy utalvány levendula kezelés nyirok masszázzsal. Tehát megkaptuk a Paksi Rádiótól, hogy a nyereményünket, amit összetrolkodtunk magunknak egy 2 héttel ezelőtt. Igen, azt mondja, hogy utalvány beváltásának ideje 2016. június 30. Gondolom, akkor addig lemet majd egyikünk, aztán egy jó kis nyirok masszázzsal. Hát szerintem nem, sajnos. De kár. Ez van. Kaptunk egy dedikált fotót a két kiváló műsorvezetőtől. Okay, ők a Paksi műsorvezető? Hát igen, igen, nagyon kedves, igen, hogy összér a Paksiuk. Ők voltak szinte az egyetlenek, akik vették a fordulatot. Igen, jó szinte az egyetlenek. Nagyon jók voltak. Nagyon jók voltak, és kaptunk tőlük még, azt mondja, hogy néhány ilyen kiégett uránpasztillát, azt mondja, hogy 3 darabot, ilyeneket használnak az atomerőműben, és azt írják, hogy egy magyar család éves villamosenergia szükségletét biztosítja egy ilyen pasztilla, de nem na, ebben a formában. A büzébe, a rezsóba. Értünk nekik valamit, nehogy ne küldjön el. Nem. Mi, amit ígérünk, azt mi rögtön postázunk. Jó, tehát nem kaptuk tőlünk ajándékcsomagot, semmit? Biztos? Nem ígértünk, nem. Nem felelőtlenül, nem szoktunk ilyeneket. Ha lenne egy hajbeültetés vouchere, megosztanám bármelyikükkel nagyon szívesen. Nem mind a kettő tarkapasz. Igen. De nagyon jó arcok, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a csomagot. Igen, adjátok át nekik, hogy csokoltatjuk őket, köszönjük szépen. Nem kérdezik, mindegyik rádiótól megérkezett, tehát Debrecenből is megjött, ugye. Még a vízforralónk nincs meg még mindig. Amit elsőnek. Gabi!
Igen, amit elsőnek nyertünk meg, és ami ráadásul a legközelebb van. Hát kéne csak dobja egy utcányira tőled. Semmi? Nem jött vízforralom. Még kerítése nem volt felakasztva? Nem, tegnap sem eseztünk más ügyből kifolyólag, de nem vízforraloztunk. Elfejtettem rákérdezni. Nem jött vízforraló. Egyelőre nincs meg. Nincs meg. Úgyhogy várjuk a vízforralót. Nem ám aztán a műzikusok megúszszák és lenyelik ezt a vízforralót. Nekünk erre szükségünk van. Biztos van egy prémium kategóriás vízforraló, lehet valahol nagyon messziről jön, lehet, hogy kézi munka. Prémium. valami, nem, de titán ötvözetből kell, hogy legyen. Kézzel festett, lábbal rajzolt, titán ötvözetes, kerámia kapcsolós. Biztos, hogy zsolnai porcelánból készült. Hihetetlen durva kell, hogy legyen, igen. Na jó, mutatjuk addig gyorsan, mi történt velünk tegnap. Ugye fölhívtuk Dráva Szerdahely polgármesterét, Alpár Györgyöt, mert ő azzal az eszement ötlettel próbálja lefogyasztani a faluját ebben a kis Baranya-megyei helyen. Ezekben a vészteres időkben. Vészteres időkben, hogy 2000 forintot ad minden leadott kiló után, és a 220 lelkes falu konditerme azóta állítólag teltházal üzemel, ami egyébként egy kocsma helyén van, tehát régen kocsma volt, most pedig konditerem lett belőle. A dolog jó, felhívtuk beszélgetni, és kiderült, hogy egy nagyon gazdag falucskáról van szó. Igen. Innen van a közétkeztetés, Harkányi fürdőbe kapnak belépőt, akik ott laknak, és hát imádják, szeretik az ő polgármesterüket. És nincs telek, sajnos. És eladó telek. És sajnos nem lehet oda költözni, nincs eladó telek. Igen. Úgyhogy vele beszélgettünk, Alpár Györggyel, ezt most újra megmutatjuk, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan, ez volt tehát tegnap, illetve többek között ez is, mert hogy sok minden történt. Na most miért szólunk máshogy, mint amikor elmentünk, azt mondd meg nekem. Azt mondd meg nekem, Zsűr, hogy tök máshogy szólunk. Kifolyt a nyála a Zsűrnek. Zsűr. Igen. A tegnapi biciklizésre gondolt, és a biciklizés közben átélt élményekre, és egy picit kicsurrant. Igen, valami ráesett a pultra. Na, azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Van-e friss hír az utakról? Azt nézem, hogy egyelőre mindenki csak játékra jelentkezik. Jó reggelt kíván nekünk, köszönjük szépen. Nektek is, és Szupertrafival foglalkozunk majd 7 óra után egy kicsit, mert hogy állítólag gyerekek, óriási kasza. Óriási kasza pár óra alatt itt százezrek voltak, úgyhogy úgy csináljunk, majd ezzel van. És töröld a nyálad. Valami legyen, mert hogy ez most borzadály. Elmegyünk hírezni, jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha van közlekedés, küldjétek, azok jelentkezenek játékra, akik valójában éreznek magukban erőt arra, hogy ügyesek legyenek, jó játszanak, tudnak játszani, akarnak játszani. Mi valaki olyat fogunk visszahívni, aki most tényleg bátor és arcoskodik, jó? Tehát az álmos vagyok, hívjatok, addig visszafekszem, ez most kilőve. Szia, ki vagy? Nem, te akartál velünk játszani, tudod, te vagy a hallgató, igen. Műsorvezető. Nem. A legacélosabbat keressük most. Most a legdurvábbat keressük. Fél hét múlt 2 perccel jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánom mindenkinek, milyen jó kis zene volt. A Betyárnyán. Nagyon jó. Jó kis depes mód, hát ez mindenkit felébresztett. Na, megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Tóth Péter vagyok. Jó reggelt! Peti, honnan hívtál minket, Peti? Debrecenből. Debrecenből hívtál bennünket, szeretnék veletek játszani, ha nem éleszek, széttéplek benneteket, mint üzbék paraszta tangó harmonikát. Gyönyörű! Gyönyörű kis SMS. Péterem, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Szét akarsz tépni, mint az üzbék paraszt? Nem teljesen. Én csak már sokszor próbálkoztam, aztán gondoltam most vagy bejön, vagy nem. Az a lendületem, az SMS-ben benne volt, az üzbék paraszt, meg a tangó harmonika, az hol van? Azt kell tartani, mert nem ér visszavonulót fújni. Ne haragudj, picit túlreagáltam ezt az SMS-t. Megpróbálom. Ne jegyél meg, most ne legyen
legényfoltosabb, úgy érted? Hát most akkor... Abugyi! Tessék, akkor keménynek lenni. Ha valaki ilyen SMS-t ír, abból nem szar visszaátrálni, akkor mondd, akkor legyél kemény most is. Mi azokat írjuk vissza most, akik valóban kemények, de akkor nem már megijedünk utána itt élő adásban. Kicsit már megbántam, hogy azt a durva SMS-t írtam. Jani? Nem írtam a feleségem. 3, 2, 1, fire! Itt vagy, Péter? Haló? Vagyok, itt vagyok. Vagy? Hallasz rendesen? Hallak, igen. Hoppácska, jó. Bocsánat. Nagyon baj. Az az érzésem, hogy Balázs egy darabig még tangó harmonikázhat nyugodt. Igen. Vagy az üzbék paraszt, vagy valaki, de marad a rendszer. Péter, mi történt? Hát valószínűleg a felelősség súly alatt összeroppantam lelkileg. Megrottál, nem bírtad a nyomást. Nem bírtad a nyomást. Mint a Barcelona hétvégén, kikaptál otthon. Ennyi volt, egyszerűen. Így van. Nem lehetett mit tenni ez ellen. Szoktál ilyet játszani egyébként, Péter? Szoktam otthon, elég sűrűn. Sikerül, mindig megverem. És amiatt volt ez a nagy arc valószínűleg, mert elég jó esélye, vagy hát jó eredménnyel szoktam játszani, de hát most nem így sikerült. Hát nem. Petikém, elbúcsúzunk. Fájó a búcsú. Gyors volt, rövid volt. Ciao. Igen, sziasztok, szép napot. Hello. Üdvözlő üzbék hallgatóknak. Így van, és a tangóharmonikásoknak, mindenkinek. Gyerekek, valamit találjunk ki tényleg, mert ha ez így megy tovább, akkor játékot kell változtatni, akkor ki kell találni valamit, mert ez így most már nagyon egysíkú. Na most akkor kit keresünk a leggyávába? Igen, nem lehet azt alig mondani... Alig mertem megírni ezt az SMS-t. És akkor az lesz az igazi? Igen, nem mond, hogy igen, vagy nem, az lenne az igazi, nem mondhatják a hallgatók, hogy mi mindig olyanokat hívunk föl. Most olyat hívtunk, aki arcoskodik, akinek SMS-en keresztül úgy tűnt, hogy nagy a szája, játszani akar, van benne lendület, széttéplek, mint az üzbék paraszt. Harmadik másodpercre kimondtam. Uh-huh. Na mi csináljunk? Legyen szerintem próbajáték. Le kell győzni Annát. Hétközben rá, pénteken itt az Ülőjút 102-ben, 10 óra után próbajáték. Nem, vagy azt csináljuk, azt, hogy akit fölhív a Juli, vagy az Anna, ővel rögtön egy játék van. Csak érte? Akkor meg kifullad, elfogyott. Ja, akkor az meg az lesz, hogy ott, aha. Na jó, 6 perc, ha pontosan 7 óra jövünk vissza, egy picit utána járunk ennek az új trafinak, hogy valóban órák alatt 100 000-eket hozott-e már, ki van veszélyben, mi van a sávváltással, mire figyeljünk, tehát trafizunk egy picit, Ákos ide jut. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy klassz kis AC/DC után. De jó volt. Egy jó kis dal. Bármelyik AC/DC, jó, egyet hallottál, ugye az összeset hallottad, de az biztos, hogy ez jó dal. És milyen jó lesz majd Huxley énekli ezeket a dalokat. Hát most nem tudjuk, hogy igen. Ez most már egész biztos, most már lefotózták őket egy atlantai próbaterem, mert ugye először jött Huxley a maga felismerhetetlen torz testével. Valahol a maszk mögött ott volt Axel Rose brutál és elhízva, és mögötte 5 perccel jött az egész zenekar. A Dunkinostól jött ki, hát az nem lehet az Axel. Egy 20-as doboz van a kezébe. A Dunkin Donuts frontember Axel Rose, és utána jött a zenekar többi tagja, 5 perccel kilépve ugyanabból a próbateremből, ez egy amerikai bulvár magazin fotózta, tehát ez most már csak időkérdés, hogy bejelentsék, hogy a turné hátralévő állomásain a Guns mellett még Axel az AC/DC-ben is énekel. De bevállalja kettőt egyszerre tolni. Kettőt egyszer, igen. Hát egyelőre a Guns-szal ugye csak amerikai turnéjuk van, bár elég sok. Megnéztem a honlapjukat, egy-két AC/DC ott még közben belefér. A bankot robbant akkor vele, az egyértelmű, de durvább, mint a csúcson lévő irigy holajmirigy. Az egyszerre két hakni, annál nem. És ne felejtsd el a szilveszteri ismétléseket sem. Szóval azért azt lekörözni, azért ott nagyon kell kapaszkodni. Jó, azért Axel gyerekek, ha nem mozdul meg, akkor is marad fagyira való élete végéig. Úgy, hogy törvényes örökösök nincsenek nagyon, legalábbis én nem tudom, Slashnek vannak gyerekei, elvált a feleségétől, de van gyereke. Aha. Egy vagy kettő, de Axel környékén nagy a csend, tehát ott azért így, azért ott marad. Marad is, na a kutya fáját, azért egy kevéske. Szerintem, hogy Axelnál úgy mehetett ez a dolog, hogy a gumi még nem is landolt a kukában, már oda ment egy ügyvéd egy papírral a csajhoz, és aláírattatta vele, hogy akármi történik, akkor sem is követelés. Igen. Na, egy teljesen egyszerű kérdés, mert hogy
mindenkit riogattak a kulancs veszéllyel kapcsolatban, ugye, hogy jön a Lyme-kor, és hogy nem a gennyes agyhártya, mert hogy az évek óta már egyre kevesebbet regisztrálnak belőle, viszont a Lyme-kor, ugye ezt a kettőt terjeszti a kulancs. Kérdezem én egyébként, hogy miért az ártalmatlan, csak kicsit idegesítő ám, de semmiféle komolyabb veszélyt hordozó szúnyogot írtják, és miért nem dönt úgy az ANTS vagy bárki, hogy elkezdünk kulancsot írtani? Hát ha az Lyme-kor terjeszt, és az komoly fertőzés, és éveken keresztül azt, mire felfedezik, kezeltetned kell, nem tudom, ezerféle orvoshoz elmenni, és hát egy baromi bonyolult kezeléssel jár, csontfájdalom, stb. Miért nem írtják a kullancsot? Miért nincs az, hogy oké, abba hagyjuk a szúnyogírtást, mert nem terjeszt maláriát, meg dengilázat, meg nem tudom, legalábbis itt nem, átállunk a kullancsírtásra. És elkezdjük írtani a kullancsot, és hagyjuk a fenébe a szúnyogot. Hát az csak megcsíp, maximum használj szúnyogriasztót, de nagy bajod nem lesz. Hát több csíp. Viszont a kullancs, a rohadék, ha ilyet csinál, és akkor öltözzek föl jól. Hát az ember nem, tehát értem, de azért nem fog kimenni egy ízé susogós melegítőben minden nap a kertben. És lerogasztod itt körbe ízé szigetelő szallakkal a bejáratokat, nehogy valahol is be tudjon menni. Igen, védekezel, tehát azért nem tudsz mit csinálni. Hát egy ideig védekezel, aztán jön a kullancs, kicsi szemét fölülről rádugrik, hát most nagyon nem tudsz mit csinálni. Miért nem írtják a kullancsot? Nem, ez tévhit, nem a fáról ugrikra egyébként, tehát nem úgy kell elképzelni, mint az a lóg a liánon, és akkor izélni, hogy ott vanak, 3, 2, 1, ugri! Közös ugrás, 10-0, 9 becsapódik, és egy odaért, tudod? Zöld lámpa! Ugrás! Bújgurúj, mint a turbóban a csigák, bújgurúj! A csigák, hogy felkeltettek, bújgurúj, ott a kullancsok felkeltettek, ugrás, most! És akkor ezért szabad ejtő, be vannak kötve a repülőre, hogy egyből nyílik. Igen. Az ernyőjük, és ja, a bénáknak is kinyíljon. Tehát miért nem írtunk kullancsot? Miért nem állunk át egy ilyen nagy nemzeti kullancsiltásra, és mentjük meg azon szülőket, gyerekeket, akik egyébként mondjuk fenyegetettek voltak egykoron a gennyes agyhártya miatt, ha abból kevesebb van, hál' Isten, akkor most a Lyme-kor miatt. Miért nem nézd, kérlek, halásom. Tudjátok? Rákerestem. Egyiket igen, a kulancsírtás.hu-ra rákerestem, és azt írják, hogy az a bizonyos anyag a pirimifoszmetil hatóanyagú szer, amivel kulancsított cucc, amivel annak idején írtották a kullancsokat, az kikerült a hatóanyagok regisztrálásából. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarják a kullancsírtást, ja, illetve értem, hogy a kullancsírtás van betiltva, hanem az van, hogy annak a szernek a forgalmazása szűnt meg, engedélye szűnt meg, amire korábban írtották. Jó, így van. De akkor nincs más. Kérdezem én, hogy másban nem döglik bele az a kullancs? Tehát csak a metaklorid hidrofádra reagál a kullancs, és mással nem hal meg a kullancs? Nem, most az van, hogy viszonylag a tűzben, egy 9 mm-es viszonylag nehéz eltalálni. Ha felperzselem napalmal a börzsönyt, akkor... A szegény börzsönynek elég volt egy jégkár is, ne perzseljük föl, hogy hát igen, most mit lehetne? Hát összeszedni egyesével, nem lehet őket elküldeni valahova. Vagy tájékoztassuk a kullancsokat, hogy nem jó itt nekik, nem tudom, de tényleg ez egy vicc, hogy nem lehet kiírtani. És hogy szednéd össze, Feri, a kullancsokat egyesével? Cic? A cic, vagy elkezdenél rázni, mert ugye elkezdenél kolompolni egy fedővel, meg egy lábossal. Fütyüt. Látod? És dobozka? Kuli? Doboz meg. Kuli? Hol vagy? És mászna Lápoz? Vele. Na? Egyéb? Rácsapok. És akkor megvan. Tök egyszerű. Mi kell a kullancsnak? Angelo. Csupasz bőr. Mi? Angelo. Jézus. Michael. Mondjad. Csupasz bőr felület, meleg, vér. Ezeket kell kivinni. Uh-huh. Hova? A kertbe, és akkor oda mennek. Ja, hogy ki mindig kell, nem kell egy csali. Ja, kell egy csali. Tehát legyen egy szobahőmérséklete hűtött próbababa, ami bőrszagot áraszt, rá oda gyúlnak a kullancsok, és én közben mellette focizhatok a gyerekkel. De szerintem egyébként mutathatnánk jó példát, és minden nap húzunk sorsot, és egyikünk kifekszik ide hátra. De itt nincs kullancs. Honnan tudod? Ja, az is igaz, mondjuk. Akkor mi kullancs nem mindenhol van. De ez milyen hülyeség, hogy mindenkit riogattak a Lyme-korral, meg a gennyes agyhártyával, meg hogy oltassál, de közül nem lehet írtani. Egy haszontalan állatról beszélünk. Hát akkor te találjanak ki valamit, vagy egyszer lefújnak bennünket, mi azért, hogy nem nagyon döglünk bele, de a kullancs, paf, kész, leesik és vége van. És sajnálom őket, de hát közben mondjuk, hogy azon múlik, hogy gyereket beteg legyen, vagy megdögöljön az a kullancs. Most a szúnyog tényleg csak megcsíp. Vége, jó, oda csapsz, nem lesz semmi baj, túléled. De a kullancsban azért nem szerencsés. Van helye azért a láncban a kullancsnak? Eszi valaki a kullancsot? Mert a szúnyogot megeszi a béka, meg a nem tudom. Szerintem megeszi. Valami megeszi. Picit rágós, azt mondják, de hogy egyébként szerintem elfogyasztják az ilyen kis madarak. Tehát, ráadásul értelmetlen is az állat, érted? Mert ilyen nincs ilyen értelme. Nem értelmetlen. Nem állunk oda, mi is szerdán, ma és adunk a népszavazást, írja egy hallgató, ez jó ötlet. Hát gyerekek, fussunk versenyt.
Hogy most ja, is többen én nem akarok verekedni. Se öreg nénivel, se kopasz mácsival. Most úgyis nagy a jelentkezés, és nagy a, nagy a tumultus. Hát mi lenne, ami egy ilyen elszaladnánk oda? Írtsák a kullancsot! Kezdjünk el népszavazni, írtsák el a kullancsot, és álljunk be a sorba, és ott negyed négykor ott majd nekiállunk ott szumozni. A rohadt életben megint megelőztek a poloskások. Ah, nem a poratkások, te ki vagy? Én poratkás vagyok, te ki vagy? MSZP-s vagyok. Mennyi hátra, hogy nem. Most mi a kullancsokkal, meg a poratkások. és tud, nagyon nagy lenne. Majd az RTL, meg a TV2, meg a közszolgálat, hogy a poratkások és a kullancsosok összeverekedtek a helyszínen. Nagyon nagy lenne. Húzd bele, Feri, ott az erdősiné! Elveszítjük a poratkát! Lodj oda! Elveszítjük a poratkát! Elveszítjük a poratkát! Nem bírom! Atya úristen. Na mindegy, szóval ez érdemes. Érdemes lenne ezen elgondolkodni. De tényleg jó példa a kellőre jár. Most a hétvégén menj ki a Bennivel, tejgum is csúzlik az erdőben. És a fáról lövöldöm. Fia, ott van egy... Fagyi, megközeledem. Hát már egyébként az van. Ez még egy... Majd neked, Benni! Figyelj! Engem. Tudod, mi van? Én tudom, mi van. Az van, hogy valószínű, valamilyen gyomirtónak, vagy bármilyen dolognak köszönhetően meghalt a kullancs természetes ellensége. Tehát egész egyszerűen kihalt. Tehát használunk bizonyos vegyszereket, ezzel megölünk bizonyos állatokat. Azok az állatok eddig fölzabálták a kullancsot, de most kipusztultak, megmurdáltak, végük van. Ugye? Mert hogy használunk különböző gyomirtókat, meg ilyen növényírtókat, meg nem tudom. Kipusztult egy bizonyos állat, ami zabálta a kullancsot. Uh-huh. Ezért a kullancs elszaporodott, mert nincs természetes ellensége. Volt egy ilyen természetes ellenség, mint a hangyának a hangyász volt kullancsász. Volt a híres repülőkullancsász. Amikor megjelent ugye fönt, és föntről támadott, mert ugye a kullancsnak nincsen szeme, föntről nem vette észre, és a kullancs így, mit tudom én, kúszott Feriek felé, akik kint piknikeztek, mit tudom én, érted, a Kopaszigáton vagy Velencén, és akkor így kúszott felé, most kapom, most jobb bele csimpaszkodok, kifívom a vélét a nagy embernek. Csak jobbról. Elviszi a kullancsát. Dél-Afrikában például van egy teknős faj, ami eszi a kullancsot, és azért nem tudott Dél-Afrikában mi kullancsfertőzést összeszedni. Mert még nem ért ide. Mert elindult, de lekapcsolták Nigériában. Dél-afrikai teknős. A dél-afrikai teknős. Hát költöztessük ide a teknősöket. Ez a beszéd. Hát csak van eladó teknősök a dél-afrikaiaknak. Én, igen. Én a kertemen belül fölkapcsolhatok egy ilyen kis sárga kis permetezőszert, és írthatok kullancsot, ha nem mondom el senkinek. Én simán a kullancsot. Nem? Simán. Mehetek egy ilyen spritznivel. Mindenre lövök, egy ilyen széles spektrumúval. Tehát növényre, katicára, kullancsra. Csak a pusztaság marad. Pusztul a kertet. Mit csinálsz, Bali? És folyamatosan melyek is pervetezek. Hát igen, csak Magyarországon nem tudod beszerezni. Tehát, hogy mit tudom én, ki kell mennetek, és akkor majd fogtok így, mit kimentek külföldre, és akkor shoppingoltok. Mit hoztatok? Hát, bevettünk egy Louis Vuitton táskát, meg 25 kiló piri Mifosz metil. Két dolog van. Vagy betelepítjük a teknőst, vagy permetezünk. Szerint nekem a teknős az nagyon tetszik. Vagy a teki, vagy a permet. Adjanak tekit? Ah, van előterjes. Ah, most három. Az egyik szemére vak. Nem baj. Az olcsóbb. Szaglással találja meg úgyis. Na jó, de akkor hogy van olyan cég, aki azt mondja, hogy kullancsot is permetezünk? Tehát felmész az internetre, és találsz egy csomó céget, aki azt mondja, hogy kullancspermetezés. Akkor ők illegális kullancspermetezők? Nem, mert megrendelheted. Na de hogy? De nem tudod, hát nincs szer rá. Hát akkor... De én föl tudok, mert én találtam most a neten olyat, hogy kullancspermetezés. Tehát lepermetezi neked a kullancsot. Uh-huh. Hogy? Illegál vagy nyomja? Az egyszerűen. Igen, az illegális kullancspermetezők ilyen jönnek. És vitorlázó repülőgépről, hogy ne hallják a motorok hangját. Egy fejlámpával jönnek a gertet. A motort a radarok alatt fogunk bemenni. Berepülnek Török Bálint felé, tudod, leszállnak a kertedbe. Majd kiírtják a kullancsot? Tehát akkor minden kullancs permetező cég illegálisan dolgozik? Uh-huh. Tehát se szerük, se engedély. Vagy ha ők írthatják, hát vagy alternatív módszerekkel. Hogy? Már mit tudom, mint baseball ütőbe szögeket vernek. Tessék, mondom, megszabadulna a kertjeit, ellepő gyermekét és háziállatát fenyegető kullancsoktól? Ön is szeretné családját távol tartani a kullancsoktól? Új lakópark épül a... Költözön a tópark lakóparkra, ahol nincs zöldövezet, csak betonból van minden. Jöjjön hozzánk lakó. Nagyon biztonsággal használni a kertet, hogy ne kelljen attól félni, hogy egy kullancs megfertőzi önt vagy a családját? A kertben is alkalmazható kullancsírtás segítségével az utóbbi években tapasztalatú enyhetili horapok miatt törő-törő, kiírtja neked a kullancsot. Illegális? Hát akkor az. Vagy elektromossal írtja. Tehát, hogy valami
ilyen elektromos, nem tudom, villanypásztort tesz körbe. Hogy ne jöjjön át, vagy lézerhálót. Mindenki húzza fel a gumicsizmát, most elárasztjuk a kertet, utána pedig áramot vezetünk be. És este, hogy fekszed, csak hallod, hogy a kulat. Nem ilyen kis falcsikolyat. A kék lámpa. A kék lámpa. A bogár, a darázs az nagyon szól, a kulat meg... Kullancs volt. Szóval, ugye? Hogy azért ez érdekes, érdekes dolog. Ezt a technőst, ezt hol találtad? Mit? Tényleg lét? Ja, kicsoda. Tudod, hogy aranyhal memóriám, hol? Mit? Én? Milyen ki? Technőst? Hogy? Te ki vagy? Mi? Hát te? Mi ez a fülemen? Mi ez a piros lámpa? Miért nem az ágyamban vagyok? A teknős, tehát létezik a kullancsevő teknős? Igen, utána olvastam, és írja, hogy van azért például Dél-Afrikában, mert ott van természetes ellensége. Van még valamilyen méh, meg valamilyen nem tudom mi, amit mi itt Európában kiirtottunk. Tehát meghalt a kullancs természetes ellensége. Érted? Nincs. Uh-huh. És ezért dögleszte bele utána a kullancsfertőzésbe, ha nincs szerencséd. A Lyme-kor egyébként kezelhető, csak hát jól fel kell fedezni, meg diagnosztizálni, sokan mellé diagnosztizálják. De például a gennyes agyhártya azért az már veszélyesebb, hál' Isten, az csökken. De a teki például megzabálta a leveleket. A teki? A teki. A tek gyerek tagozata? Igen, maszkos fekete gyerekek a teki. Igen, mini gépfegyverrel látuk, hogy ők a teki. Kis lövészpáncélosok, a lábbal hajtósak még. Igen. Figyelj, tényleg megvan egyébként, dél-afrikai kis mocsári teknősről van szó. Nagyon igazad van. Valaki egyébként ezzel mindenképpen jól járna, a bolzoli, mert valószínűleg az lenne, hogy ha ez egy ilyen invazív faj, akkor elárasztan az egész országot, és megint lennének ilyen címlapok, ahogy hívják, nem tudom, mindenféle bulvárlapokban, vagy gázol nyakig a izébe, a Szilágyival együtt, igen, a Rákos patakban, és akkor fogják egymás után a hatalmasan megnőtt mocsári teknősöket. Már nem csak kullancsot eszik. Teknős nem tud elkapni egy kullancsot. Dehogy nem. De, csak lassan. De, nem láttam még lassan, a teknős. Lassan, komótosan. Éhes teknős felmegy a fára is. Felmegy a teki. Leszedi a cseresznyét és a kullancsot. A híres dél-afrikai teknős felmegy a fára is, megeszi a kullancsot. Azért ez nem túl biztató, amikor mutatja, hogy a hátára fordul, és és a négy kis végtagjával ott, hogy hívják, hogy arra vár, hogy a bozdulod, amennyi is visszafordítsa. Azt mondják, hogy csimpánzokat kell berakni otthonra, mert azok átkurkásznak minden este. De jó. Egyébként ez egy jó megoldás. Szerezzél két csimpánz, és a csimpánz átkurkászik téged, vagy pedig a szomszéddal egy ilyen élő láncban átkurkásszátok egymást. És mindenki vigye magával egy csimpánzt? Vagy egy szomszédon. Igen. Oda mész a kerítés, ez hátat fordít, azt jön a szomszéd, és átkurkász téged. És te a szomszéd. Az a baj, nem a hátadban, meg hajlatok. Kulancsvadászat. Hajlatok. Nekem a majom jobban tetszik. Ott reggelenként ott állnánk az 50-es villamosnak a megállójában, mi lőrincek, és mindenkinek a hátán ha teszegetni ott a válladon valam. Az ANTS-nek minden kerületben, minden megyében lennének a villamos megállóban taxidrosztokon rögzített csimpánzok, amik ott ülnek. Bérelhető majom kurkácás. Bedobsz egy 20-ast egy automatába, jön olyan, lekurkálsz téged, és megeszi a csimpánz. Teljesen és lennének ezek a standard problémák, hogy bedobod a 20-ast, és nem adja ki a majmot. És bent egy ilyen üveglap mögött, hogy tudod, nagyon ki akar jönni. A rohadt életbe meg az lenne az üdítőautomata, a zapszelet és a majom automata. Csak ott láttad üvent egy majom. Igen. Várj egy kurkászosra. A zapszelet, hogy hívják, sport, igen, és a monkey bar. Igen. Azt írja valaki, hogy a kullancs elleni védőoltás ennyibe és ennyibe kerül. Micsoda üzlet ez, hogy riogatják az embereket. Na most, de nem riogatják az embereket, például a Lyme-kor ellen nem tudsz oltani. Tehát a gennyes agyhártya ellen tudod mondjuk a gyereket beoltani. A Lyme-kor ellen nincs oltás, tehát abban nincs biznisz, hogy azzal riogatnak, hogy most mit van olyan kullancs, ami Lyme-kor terjeszt, mert az ellen nem nagyon tudsz, az ellen nem nagyon tudsz oltani. Tehát ebben most nem feltétlenül mondanám azt, hogy na itt is egy ilyen oltás. Oltási összeesküvés. 4000 évvel, 3 kell belőle, 12000, egy család, azok mondjuk 4-en vagytok, az egy 48000 forint elmegy rá, ha mind a 4-5-öket be akarod oltani. De mondjuk a kutyát is, na. Hát akkor se szűröd ki. Hát ha beoltod a kullancsot, de akkor még nem vagy meg, persze. Az enkefalitis, ugye az más. De a Lyme-kor ellen nem vagy meg. Nem védesz. A Lyme-kor ellen nem vagy meg. És a majomokat mi védi meg a kullancsoktól? Nekik is van kis majom, ami majd a hátunkon kurkászik? Mert az utolsó majom nagyon rosszul jár. Hát mindig az utolsó lesz. Csak az utolsó van. Ja nem, mert ha körbeérnek, akkor... Így van. Olyan legyen a monkey automata, hogy a kis fakok, amiben vannak a majmok, azok körbeérnek. Csak mindenki tudja a másikat.
Ezen hangosan gondolkodtunk egy picit, egyébként tényleg érdemes lenne. Valami vegyszer találni, sok ezeket a kis rohadékokat leülni. Tökre szükség lenne egyébként ilyen tényleg ilyen intelligens, okos, előremutató, és én azt gondolom, hogy sok tekintetben tényleg tudományos alapossággal végig gondolt ilyen társadalmi ilyen kis párbeszédeknek, mint amilyen milyen kis most volt. Tehát tudományos alapos felkészült, és akkor ez alapján lehet menni. Nekem egyszer a cicimben volt kullancs, a Melvinbon mellett. Nem, az csak azért csavargatatok, mert élvezted. Nem lehet, hogy az nem az a bűn. Akkor már rosszabb volt a szemed, és egy anyajegyet próbáltál letépni és bekenni. Hát nem ívával kenegetted. Krémmel szedték. Azzal nem szabad egyébként. Táborban voltunk Salgótarján mellett, és óriás butaság. Amikor mi voltunk úttörők, akkor ez még nem volt óriás butaság, ez 82, és cicére rá a krém, és csak úgy jött is ki. Esküszöm. Kidugta a fenekét, és aztán kijött? Hát a feneke még kint volt, és akkor lekrémeztük. Elkezd fulladozni, az marhára nem jó, mert simán elpusztulhat benne, meg ilyesmi, tehát mondjuk pont. Ma már tudjuk ezt, meg elkezdett köpködni. Hogyha, igen. Ugye? Igen. Tehát, hogyha nem kap levegőt, nem. Akkor megy a köpködés. Van egy speciális kullancs kiszedő csipesz, azt kell alkalmazni. Na hát tudod, ott Éva néninek a szemöldök csipesze volt a speciális kullancs csipesz, előbb a Melbimbo. És ott 2-3-an kapaszkodtak a Melbimbo-dabba, és rángatták. Igen, persze, visszafogták, és egy pedig húztak. Jön már fel, Egy kicsit gondolja. Védázunk egy kicsit így a kullancs után. Tegnap működésbe lépett a Super Trafi. Hát gyerekek, én nem rángattam annyiszor a biztonsági övet magam elé, mint ahányszor egy ilyen gyanú Super Trafi előtt mögött mentem el. Pánikszerűen egyébként. Többször, mint elmúlt 20 évben, nem? Kétszer. De nem csak rémizgettek, életbe is lépett, és állítólag már az első pár órában, hát ez kasza volt. És aki arra ment, azt egész egyszer ez a Super Trafi, ha nem voltál bekötve, sávot váltottál, akkor lemészárolt. Pár óra erre alatt 100 000-eket hozott. Hát ez milliós, milliárdos bevétel lesz pillanatokon belül a költségvetésnek. Úgyhogy arra gondoltunk, felhívunk egy szakembert, mondja már el nekünk egyrészt, hogy hol vannak ezek a trafik, 2, miről ismerjük meg, 3, van egy-két gyakorlati kérdés, amit én például nem nagyon értek, hogy ha elém kerül valami, mondjuk egy kátyú, és én azt kikerülöm, de ez át kell menjek véletlenül egy záróvonal, az nem mentesít például a bünti alól, hogy én ott kerültem valamit? Hát csak az bizonyítani tudod-e, hogy te azért mentél. Azért mentem akkor át. Most elkezdtek majd bíróságra járni a véda és te. Egyik oldalon. Ez egy gyenge érvelés, és kátyú volt biztos, akkor a kátyú került. Nincs ott kátyú, most újítottuk fel az ember. Én láttam, hogy akkor elnyert volna a fekete lyuk. Biztos úr. Úgyhogy felhívunk mindjárt valakit, egy ezredest, Oberling Józsefet, hogy mondja el nekünk mégis, mit tud ez a Super Trafi. És kik vannak igazán veszélyben, ha minden igaz, az ezredes úr, már itt is van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, ezredes úr. Jó reggelt, itt vagyok, igen. Hát többször beszéltünk mi már, jó reggelt kívánunk. És mindig ilyen hálás témákról arra is emlékszem. Igen. Hát miért? Most csak csuda jókat mondtunk eddig. Hogy működik, hogy odafigyel ránk, hogy nem lesz majd előzés olyan helyen, ahol nem lehet, nem lesz sebesség túllépés. Bizonyám, hát ez egy jó dolog, ha nem kapunk büntit. Pár óra alatt több 100 000 forint, tényleg? Hát több millió, inkább ha már a pénzzel kezdjük a dolgot. De hát az a pár óra ugye, az azt jelenti, hogy tegnap este 7 óra körül hagytam én itt a hivatalt, akkor rápillantottam még az aznapi statisztikára, akkor 500 esetnél jártunk. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy 24 alatt nem lesz több mint 1000 ügy, és hát persze ez csökkenni fog nyilván, mert az emberek a zsebükön keresztül hamar befolyásolhatók. Mi egy átlag büntetés összegben, ilyen 10-15 000 forint? Hát nehéz ezt megmondani, mert sokféle szabálytevés tud a rendszer ismerni, és hát egészen bő határok között mozog. Hát egy extrém gyorshajtás, ugye akár 300 000 forint is lehet, egy biztonsági jobb nem viselés, az pedig 10 000, tehát nagyjából egy-két érték között ingadozik a lehetséges. Na, most 500-zal felszorozzuk az egész jó összeg, és önök bent a hivatalban folyamatosan látják az eredményeket? Hát igen, 21. század, itt már nem olyan nagy kihívás azt látni Budapesten vagy. Kivarakon lett farra? Igen, és mint a Facebooknál, hogy megvan a milliomodik szabálysértés, pukkar a pesgő az ORFK-nál. Igen. Nem, egy 16 szólos LCD monitorra is meg lehet ezt nézni, tehát nem kell hozzá. A biztonságjövet hogy látja technikailag? Tehát, hogy belát az én autómba? Hát vannak a dolognak korlátai, ugye nem amerikai film azért mégsem, ami itt a valóságban történik, tehát ami nem látszik egy képen, azt később se lehet láthatóvá tenni. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor jól belát a kamera, mert úgy esik a fény, nem koszos a szélvédő, stb. És persze vannak helyzetek, amikor nem lát le a kamera, és persze akkor mi sem látunk semmit.
Ha magam elé kapom hirtelen a kezem, én csináltam ilyet reflexzerűen most pár nappal ezelőtt. Azt hittem, hogy médával találkoztam, és magam elé kaptam mind hirtelen a kezem, mint a púcérlenek, és takargattam magam. Akkor? Hát van olyan is van, aki meg integet nekünk, tehát láttunk olyat, aki jövítő rendszeresen eljár valamelyik kákep alatt, és akkor minden alkalommal mosolyogva integet. Ezt meséltem. Jó, a dolog, igen. De gyakorlatilag ez hogy néz ki? Tehát mindent rögzít, és a rendszer önmagában elküldi azokat, akik gyanúsan nincsenek bekötve? Hát gondolom nem ül ott valaki, igen. És így jegyzetel, hogy be volt kötöm, azért gyorsan elfáradt. Szerintem nincs. Maga a rendszer ennyire intelligens, hogy félreteszi azokat, igen, az autósokat, akikről úgy látja, hogy nincs bekötve? Igen, tehát egy képelemző szoftver az, aki az első vizsgálatokat elvégzi, és hogyha ő úgy találja, hogy nincs bekötve valaki, uh-huh, akkor egy ilyen vélelem keletkezik, és itt gyakorlatilag csak ezeket az ügyeket adja át a kollégáknak további vizsgálatra, és tényleg csak azokkal az ügyekkel foglalkozunk, ami vitán felül áll, tehát nem bocsátkozunk vitába, nem kívánunk senkivel arról vitatkozni, hogy mi látszik a képen, mi nem látszik. Az a baj, hogy így is vannak elegen, akikkel nem kell vitatkozni, mert tisztán látszik, hogy nem használták az övet. Praktikusan, amivel azt szeretnénk, hogy viselje mindenki, aki az autózás szabályait ismeri, azt tudja, hogy ez kötelező, tehát nem az, hogy valaki elfelejtette. Mennyi a határ, ahol még nem büntetem? Mondjuk 50-nel megyünk, de mondjuk én megyek egy 58-al, mindenkinek kicsit más, miért az órája. Hát ezt nem fogom elárulni. Na, rosszba vagyunk. Százados kora, ott ismerjük az ezredes urat. Most tényleg, egy kapcsolatban ezek mesterségesebb futása alatt, hát komolyan. Miért nem? Más mér, minden kilométer óra egy picit mást mér. Mert ha én most mondanék egy értéket, akkor most mindenki ahhoz még hozzátenne 5-öt, és akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, csak egy picit elmentem többen, mint amennyire általában állítják a mérőműszereket. Ezen kívül meg nincs olyan általános szabály, hogy minden nap és minden mérőműszerre igaz. De nyilván vannak toleranciák a rendszerben, mert ahogy említettem, ahogy a biztonsági viselésről se akarunk senkivel vitát folytatni, hogy viselte, nem viselte, úgy a sebesség túlépéssel se kívánunk vitatkozni, hogy a mérőműszer pontossága, az autó kilométer órája, stb. Tehát ott is van valamennyire átlátás, hogy utána felülálljon a dolog. Azt tudom azért mondani, hogy ez olyan érték, ami nem úgy szokott megtörténni, hogy az ember egy pillanatra nem nézze a kilométer órára, és jaj, megszaladt a lábam. Tehát ez mindig olyan jellegű gyorshajtás, hogy ott az... Mi van, ha nem a sofőr vezette az autót, tehát nem a tulaj? Ha nem, kicsoda, hanem a sofőr. De nem, mert úgy nem a sofőr, igen, bocsánat, rossz volt a kérdés, igen, hanem az anyós átsülésre. Nagyon hosszúak a kezlábok. Tehát mondjuk én kölcsönadom az automat, és ő nincs bekötve. Hát ugye vannak esetek, amelynek a járműzemben tartója felelősséget tartozik, például ilyen a gyorshajtás, de a biztonsági kérdés ugye az a jármű vezetőjének is tényleges utasának a felelőssége, ha nem használták az övet. Persze mi csak a jármű üzemben tartóját tudhatjuk a nyilvántartásból, ugye első körül megkérdezzük őt, hogy mondja meg nekünk, legyen a szíves, hogy kivezette az autóját, és hát megteheti azt, hogy nem mondja meg, van törvényben erre lehetősége. Akkor mi nyilván be fogjuk őt idézni, hogy személyesen is beszélgessünk vele erről, és aztán akkor is megteheti, hogy nem mondja meg. Lekérjük a nyilvántartásból az ő fényképét, adatait, és összevetjük a képen láthatóakkal, és ha a hasonlóság oly nagy, hogy mondjuk megint vitán felüláll, hogy ki lehet az, aki... Nézze meg, nem én vagyok, de uram, nézze meg, ugyanaz a szemek van rajta. Nem, ez nem én vagyok, ez az anyósom. Nézze meg, uram, még a most is ugyanaz a póló van rajta. Igen. Értem. Jó, tehát, hogy... Van, amikor megúszta, van, amikor nem. Ugye azt gondolom, hogy nem ez a lényeg a dolognak, hanem az, hogy mindenki csatolja be magát. Mindenkit látunk ilyen tekintetben, napi 1 millió ellenőrzést végeznek ezek a kamerák, tehát egy meglehetősen nagy számú ellenőrzés történik naponta, és azért ebből van ez a néhány száz. Mi van azzal, aki az anyós ülésen ül, és mondjuk nincs bekötve? Azt is látja a rendszer? Igen, hát az első ülésen ülőket látjuk praktikusan. És azt is büntetik ugyanúgy, tehát hogy én megyek, de be vagyok kötve, de mondjuk mellettem ül az anyám, aki nem kötötte be magát, akkor ugyanúgy jön a levél? Igen. Az is neked, ugye, mint üzemben tartó. Hát nem az üzemben tartó fizeti a bírságot, ugye az üzemben tartót keressük meg, hogy eljussunk azokhoz, akik az autóban ültek, és akiket majd szeretnénk ugye felelősségre vonni az övnemviselésre. És akkor most a Balázs nyomja fel az anyját, vagy az anyósát? Hát milyen dolog ez? Hát mondtam, hogy vannak olyan nem szép, de praktikus. Hogy nem köteles vallomást. Hát hozzátartozódra ugye nem vagy köteles. Aha, nem ő volt. A hátul ülő utas nem látja, nem? Hátul ülőket nem látjuk, így van. Uh-huh. Őket legfeljebb akkor, hogyha felborult az autó, és azt látjuk, hogy ki nem volt bekötve utána. Mi van, ha valami rondaló dolgot lát a BKV, hogy valamelyik kolléga éppen belehajol a kedves kolléga ölébe a kollégina? BKV? Nem. Én is mindig félek, hogy átlátnak, miközben csúnya dolgokat csinál. De a személyiségokra próbálok valahogy kötni egy kicsit, aha, hogy... Tehát valami a csúnya dolog. Köztünk marad? Igen. Felismerhető az ember, tudnak titkot tartani?
Hát ugye, ahogy mondtam, képelemző szoftverrel indul a dolog, és ugye az egy dologra van megtanítva a biztonsági övre, figyeljen, az összes többi, amit nem tanítottunk meg neki, az ő érdeklődését nem kelti föl, nekünk meg nincs annyi időnk, hogy képeket nézegessünk napi 24 órában. Tehát nincsen ilyen, hogy áthívja a másik asztalt, hogy Lajos, gyere már ide, szerinted mit csinál a nő a jobb kezébe? Mi a helyzet a telefonnal? Tehát mondjuk a szoftver látja, hogy én fogom a telefont a kezembe, de nem telefonálok. Akkor? Hát ahogy említettem, csak a biztonsági övre vagyunk kíváncsiak, és a telefon se tartozik a biztonsági öv fogalmába, nem vizsgáljuk a telefonkérdést. Tilos. De arról volt szó, hogy egy telefon biztonsági öv, sávváltás, nem. Minden, nem? Vagy a telefon nem volt benne? Hát valaki kitalálta, és ez így futótűzként elterjedt, mindenki így tudja, vagy legtöbben így tudják, de a valóság az, hogy csak a biztonsági övet ellenőrizzük. A telefonkérdés az éppen ezért egy nehéz kérdés, mert mindenkinek van rá valami jó magyarázat, hogy miért nem telefonált éppen akkor, amikor mindenki szemmel láttára úgy tűnik, mintha telefonált volna, és e fölött se kívánunk mit átnyitni, hogyha majd a jogi szabályozás annyira egyértelmű lesz, hogy ez mitán felüláll, hogy nem szabad még kézbe tartani se, akkor érdemes ilyen elektronikus, automatikus eszközökkel ellenőrizni ezt. Mindaddig, ameddig ez nincs így, addig felesleges ennek így ebben a formában neki menni. Lejárt forgalmit néz? Igen. Aha. Igen, tehát ahogy említettem, a műszaki érvényességet is ellenőrzi egy adatbázisból, sőt a kötelező felelősségbiztosításnak a meglétét is, és még ugye akkor a körözési nyilvántartásban is ellenőrzi a járművet, tehát egy elég széles körül. Mondjuk én pont tegnap tettem ablakmosót az automba, de akkor hiba volt. Igazából meg kellett volna hagynom a koszos szélvédőt. Nem fél attól az Orefka, hogy a komplett magyar lakosság úgy fog vezetni, nem lát a szélvédőjét. Lukon. Mindenkinek koszos lesz a szélvédője. Nem félünk tőle. Én azt mondom egyébként, hogy a hiedelemmel ellentétben nincsen annyi gyorshajtó és szabálytalankodó Magyarországon, mint amennyit látni vélünk. Ahogy mondtam, körülbelül 1 millió ellenőrzés egy nap, és ebből legyen mondjuk sok ezer, aki mondjuk valamilyen szabályt megszeg, ez 0,01% az összes közlekedőnek. Ennek pont ők azok, hogy az összes többieket bosszantják, meg balesetveszélyes helyzeteket teremtenek, úgyhogy végül is az ő megszabályozásukra, regulázásukra találtuk ki ezt az egészet, és annak a 99,99%-nyi autósnak fel se tűnik, hogy van ez a lopott autót is kiszűri a rendszer? Igen. De jó! Tényleg? Az jó. Igen, természetesen. Miért ezzel akartál foglalkozni? Is gondoltuk, ugye erről sem nagyon esik szó, amivel még szokták a rendszer támadni, hogy csak a magyar autósokat megzárjuk ezzel így, de nem, mert a külföldieket is. Ma már ugye Európában megkapjuk a Németországban, Franciaországban, az uniós tagállamok bármelyikében lévő járműüzemben tartanak az adatait, és ők ugyanúgy bírságoljuk innen Magyarországról. Teszem hozzá, hogy a magyarokat is egyébként Németországból, vagy Ausztriából, vagy Európa ugyanúgy bármely országából, és kaptunk, illetve vettünk ebbe az uniós támogatásból 26 darab nagy teljesítményű autót is, éppen azért, hogy itt el is tudjuk őket fogni, és itt a bírságot be is tudjuk. És a lopott autóval egyébként mit csinál? Tehát látja, hogy lopott autóval, oké, hogy kiszűri, megállapítja, hogy lopott. Ráküld egy járőrt, mert az még nem elég, hogy megállapítja, hogy lopott. Persze, bejelez a tevékenység irányítási központba, és akkor ott tudjuk a járőrt indítani. Illetve, ahogy említettem, ez és a követi az autót addig, ameddig ugye, mert az, ahol valahol lefotozzák, ez M1-M7 bakcsomópont után megy, amerre lát. Hát utána a járőr nem biztos, hogy megtalálja, nincs GPS nyom. Hát persze, hát hogy vannak a dolognak kockázatai, de mégis nagyobb az esély, mint hogyha azt se látnánk, hogy ott egy körzött autó elment. Igen, csak utána a tettenérés, hogy van, az érdekelt engem. Hogy tehát helyébe megléphet, de legalább regisztrálják, hogy ott volt az a lopott autó. Hát azért persze, tehát ismerjük egy járműnek a mozgását, az lehet, hogy másnap is arra megy, lehet, hogy harmadnap is arra megy, tehát előbb-utóbb ilyen formán is nyomára akadhatunk, vagy pedig ugye nyilván, hogy elment az M1-M7 kivezetőn kifelé, akkor azért sanszos, hogy ő Bécs irányába tart. Tehát na jó, álljó, azért vagy lekanyarodik Tatabányán, vagy Siófok felé, szóval azért ez sanszos, azért ez picit utopisztikus, hogy 10 perc ezelőtt láttuk Baksomópontot. Indulj Józsi, próbálj meg elkapni. Józsi elindul, és ott áll a Baksomóponton egy benzinkútnál, soha büdös életben nem kapja. Szóval azt én értem, a szándék az szép, de hát azért ez kevésbé kivitelezhető, nem? Hát meglátjuk, majd néhány hét múlva, vagy hónap múlva beszélgessünk újra erről. Jó, én veletek vagyok, nem állunk, abszolút. Volt-e fogás lopott autóba, vagy nem? Tehát a lehetőség megvan benne, hogy majd mikor mi sikerül, azt nem tudom előre megjósolni, de nyilván az volt a szándékunk, és azért fejlesztettük ezt így, hogy legyen rá első, hogy lopott autót is fogjunk vele.
Hát a nullánál az egy is több csapat. Így van. Hogyne? Persze. Hát például, akinek ellopják az autóját, és ez a rendszer esetleg valahol bejelent, és nagy Isten megtalálják, hát biztos, hogy úgy legyen. Hogy boldog lesz. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Reméljük az igazi célját nyilván a költségvetési bevételek emelése mellett, mert hogy mondjuk ki, nem mondjuk ki, ezért ez is cél, de nyilván ugye, ha csak egy emberrel kevesebb hal meg az úton, akkor már elérte a célját, vagy csökken a halálos balesetek száma Magyarországon, ami azért még mindig kiugró az Európai Uniós átlaghoz képest, akkor a rendszer elérte a célját, és hát reméljük, hogy ilyen számokat láthatunk majd egy-két hónap múlva. Hogy a rendszer hatására kevesebben halnak meg az utakon. Köszönjük szépen, jó munkát! Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Oberling József ezredessel beszélgettünk. Ezredes úr, viszont hallásra. Na ezt még Dándár tábornok is figyelj. Van lista, hogy hol vannak? Mert én ma megyek új kígyósra. De hülye vagyok, ezt pont nem kérdeztük meg. A legfontosabbat. Aha. Hívjuk már vissza, Oberling úrat. Megint mi vagyunk? ORFK.hu. Egyenként diktálja be, hogy hol van, basszus, mert rettegek. Rendetes autó. Aha. Most csak így szúró próba szerűen egyre rákérdeznék. Török Bálint, érd, M1, M7 környékén. Belefuthatunk. Én meg gyorsan, nekem ez a biztonsági jövő a nagy parám. Én nem vagyok gyors hajtó, de annál kevésbé szoktam. Sajnos, csúnya és elítélendő módon bekötni magam néha. 3-4-8-5 perc, hogy jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 8 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és ugye hát a Védáról beszélgettünk, 134 helyen több mint 300 kamera, 160 mobil berendezés, hú, gyerekek! Lesz hát, szó, lesz! Lesz, lesz szám! Tengős ugye a fixeket azt még meg tudod nézni, tehát hogy az így viszonylag egyszerűbb dolog, ha mész valahova messzire vidékre, vagy van vazét, fővárosban, vagy van vazét. Itt ugye az a maradék 100 valamennyi, amit mondtál, hogy az mozgathatóna, az lesz az izgalmas. Az a szép. Bizony. Igen. Hát nem egyszerű. Sőrénél már javítják a Védát, azt írja valaki. Ne hülyeskedj már. De valaki megdobta egy kerti asztallal. Igen. Éjszaka megrongálták egy baseball ütővel. Véletlenül ráesett egy baseball ütő. Valaki neki szalad egy dühös kuncsat. Hogy nem a sötét. Igen. Házsold. Abonyi lakos neki szalad egy baseball ütővel. Mert megérkezett az első büntetés. Na, játszunk akkor egyet, itt van már is a játékosunk. A kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Eszti vagyok. Eszti! Szia! Hello, Eszti, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Eszti? Zalaegerszegről. Zalaegersz. A becsárját. Na, mivel foglalkozom? Egy bankban dolgozom. Bankban? Igen. Pénztáros, tanácsadó... Melyik? Hát, háttérmunkás. Háttérmunkás. Vagy hátteres. Hátteres. Jól van. Igen. Ki az, aki ott rötyög melletted? A munkatársaim. Négyen hallgatják, vagy öten, nem is tudom, mindenkinek be van dugva a fülébe a kis rádiója. Jaj, hogy kuncognak. Igen. Ja. Na, azt mondja, hogy figyelj ide. Mondom neked, hogy van egy városunk, egy szólásmondás és egy tárgy. Mi legyen? Város. Város. Indítjuk az órát, fél percet akkor. Figyeljetek, elindult. Sröadub. 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 Budaörs. Hey! Istenállat. Nagyon jó. Egyik vagytok. Úristen, bravo Veronika kolléganőmnek sikerült. Veronika? Há, Veronika. Igen. Veronika, megbízhatom haza. Veronika, kifújta a szakma órát, ja. Szokták mondani. Úristen, ezt hiszem. Veronika nagyon jó ebben a játékban, hogy? Igen, mondta, hogy már gyerekkorában is ez volt a mániája, hogy visszafele beszélt. Tényleg? Tud visszafele beszélni? Hát valami, azt állítja, most meg azt mutatja, hogy nem, de akkor lehet csak kamuzott. Lehet, mindesetre szépen megfejtette, így van. Budaörs, ez volt a feladány, úgyhogy küldünk nektek egy szép kis ajándékcsomagot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Régóta szeretettek volna, annyira örültetek? Hát már többször üzentünk, igen, de mondtam ma reggel, hogy ma érzem, hogy mi fogunk játszani. De tényleg ezt mondtam végig, hogy csörögni fog a telefonom.
Hát erre, tényleg. És erre tényleg, tényleg csörgetően. Osszátok majd el, csak egyet tudunk küldeni. Ó, no, kérem, na kirakjuk az irodába. Jaj, jó. Jól van. Csáó, sziasztok. Köszi, sziasztok. Te hogy örültek? Egyelőrültek. Csapda van a négyesen, ír egy hallgató. Abon ceglét kétszer kétsávosan a 110-es táblák elforgatva. Az út végén vigyorgó fotósok. Ne legyünk ennyire paranoiások. Direkt elforgatták. Ne, azért ilyet csak nem csinálnak. Nem? Azt írja, hogy hallgató, elforgatták a 110-es táblákat. És kétsávosan egyébként mennyi a sebesség? 90? Ha nincs kitáblázva, hogy 110-el mehet? Én ezt sose tudom. Hogy mikor 90, mikor 110, lakott területem, 50, azt tudom. Az a tuti. Így annyi, én kamionnak annyi személy, ott, nem tudom, nem tudom. Megyek, amíg, amíg lehet. Amíg engednek, addig. Amíg, mert érzem nagyjából, de csomó ilyen az ember tényleg nem tudja. Na, jól van, elmegyünk egy picit hírezni. Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk a hírek után. 6 perc múlva, pontosan 8 óra. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Gaga is. Imádom, előjöhetem már valami újjal, nem? Igen. Ugye, hogy régen úgy ontottam magából a slágereket, és így havonta, két havonta jelentek meg a Gaga slágerek. Giga slágerek. Valahogy most, mint egy csönd lenne a körül, kiégett, ennyi volt. Madonna azért évtizedeken keresztül ontotta magából a jobbnál jobb albumokat, dalokat. Nem mond, hogy azért Gagában csak egy 10 dal van összesen, tényleg? Hát nézd, én nem mondom. nem mond ezt nekem. Hallod, én nem mondom. Egyébként most ünnepli pont a szülinapját. Komolyan? Majd most ünnepelte pontosabban. Március 28-án boldog szülinapot kívánunk. Így utólag is 30 éves lett. Jaj, ez de utána, amikor rádióba fölköszöntik a világsztárokat, ezt, ha valamit beszélt. Ezért nem ismertem egyébként vele előni március 28-án, mert tudtam, hogy mennyire kívül. Ma ünnepli születésnapját a 78 éves, nem tudom, Isten éltese. De biztos mondta Argyelán Kriszta. De hülye vagy, nem erre gondolok. De szemét vagy. Ne feledjétek, gyerekek, a biztonsági öv használata megvéd a súlyos büntetés. Köszönjük szépen az SMS. Valóban megvéd a súlyos büntetéstől. Így van, megvéd a. Na, azt mondja, hogy valamit akartam mondani. Tényleg be vannak fordítva a 110-es táblák a négyesen. Az 90-es tábla az út elején, trafi most nincs, Andi küldte nekem. Szerintem valaki olyan sebességgel ment el mellett, hogy megpörd. Igen. Vigyázom mindenki. Kicsit kevesebb ma a közlekedési hír, úgyhogy ha láttok, hallottok valamit, akkor küldjetek el nekünk, jó? Azt mondja, az M3-as Ófehértói felhajtója után a hídról mérnek a Vásáros Namény felé, ezt Erzsó küldte nekünk. Nyíregyháza Nagyszülősi út 70-es száma előtt szürke Skoda Fábiából mérnek. Valkó. Tehát itt a védelrendszer, de azért a régi jó időkből azért még megmaradt a szürke Skoda Fábia, hogy azért azokat nem cserélt el a régi technikát minek cseréljék rá? Most működött, bevált. Meg egyre kevésbé hiszik el az emberek akkor, hogy abban van is valami, tényleg. Igen. És ezért a legjobb álca. Szürke. Szürke Skoda Fábia, de jó is az. Na, a budai pesti alsó rakparton remekül lehet haladni, és az M7-es 141-es kilométerénél készülnek fotózni Budapest felé, úgyhogy vigyázzatok. Eger kivezető Budapest felé véd a kapu után 400 méterre háromlábú, még hogy izgalmasabb legyen, és a H5-ös hév már jár, a pótlás megszűnt, ezt pedig Kata küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ó, és itt van egy nagyon fontos SMS, srácok, most kezdődik a hőtan ZH, szóval szorítsatok, hajrá mindent bele! Mindenképp ilyen. Hőtanzéha. Hőtanzéha. Gaga csődbe ment, tényleg? Ne mondd már, szeretnék annyira csődbe lenni. Komolyan? Mondani. Gyere már be, Júli, csak egy pillanatra, mert azt mondta, hogy azt hallott, hogy Gaga csődbe ment. Hogy tudod, mi lesz, ha több millió dollár. Meglepődnék, de holnap már nem lesz, mert akkor már utalnak a jogdíjakért. Norbi sokszor hallod. Igen. Bevásárolt pár low carb részvény. 800 ér. Most nem vehetett, felfüggesztették. Igaz. Ja, Istenem, az is megérne egy misét. Ne, inkább azt. Hello, Júli. Sziasztok, bocsánat, nem tudom, hogy hol olvastam, de az a lényeg, hogy most volt állítólag valami turnéja, és hogy az összköltségvetés, tehát amennyit behozott a turné, valami 2 millió minusszal jött ki a végére.
Tehát, hogy annyit költött közben folyamatosan, hogy tényleg vett a szüleinek is egy Rolls-Royce-ot, hogy, ja, hogy, hát, hogy mindenféle szükségére csapta el a pénzt, és hiába hozott be rengeteg pénzt a turni, végül 2 millió mínusszal zárt. Jó, tehát aha. Ezen a szinten egy 80-100 milliós Rolls-Royce azért az nem egy akkora pénz, szóval, hogy az most kifizetsz érte tényleg, mit tudom én, 400-500 ezer dollárt, hát ez... Szerintem gyűjtsünk neki. De ez mindig annyira érdekes, nem? Hogy világsztárok, akik tényleg meghódították az egész világot, Nicolas Cage is, rengeteg 20 millió dolláros film. Elcsaladom 20 kastélyt. És eladja a kastélyt, komoly anyagi gondjai vannak, ugye a NAV is, hát nem a NAV, tehát a külföld. A kinti NAV rászállt Nicolas Cage-re, és konkrétan azért vállal ilyen szerepeket, hogy valahogy vissza tudja fizetni úgy, hogy dollár 100 milliói voltak. Hát azért az hogy csinálják? Pénzügyi analfabétának kell lenni. Ennek. Aki a Neverlandi birtokát végül kénytelen volt eladni. Ja. Igen, Jack Orr sosem tudtad, hogy valóban csődben van, nincs csődben, utal neki a Sony, nem utal, tehát róla mindig szerintem sokkal több pletyka meg legenda volt, mint ami valójában igaz lehetett. Tehát a Nicolas Cage is hogy tudott elszórakozni több 100 millió dollárt, tehát most még nagy lábon. Neki ez volt a baj, hogy volt ez a fejlődés, hogy ő kastélyokat vásárol. És így a világ minden pontján, hát kinek ez, kinek az. A Gaga sztori azért hihetetlen, mert ma már turnét nagy átlagban úgy csinál minden előadó, hogy szinte nullán vagy a szponzorból. Tehát, hogy csak úgy indulsz el nagy turnéra, hogy áll mögötted valaki, aki megtámogatja a turnét. Tehát, hogy úgy indulsz el, és ráadásul azért a Gaga turné nem hiszem, hogy érdektelenségbe fulladt. Tehát biztos, hogy teltházas bulikat nyomott. Úgyhogy ez, hogy a turnén buktál a lóvét, ez nekem szinte hihetetlen. Meg hát azt nem ő állítja össze, tehát annak van egy költségvetés, van egy producere, azt kitalálják, hogy ennyi a bevétel a koncertenként, ennyit teszünk bele, ennyit keresünk. Hát azért ahhoz nagyon hülyének kell lenni, hogy a végén ott vakard a fejed a Percy koncert után. Két minusz 4 millió bolyom, hallok, még vállalja 2 hack 10 éve valahol, mert nagyon. Kifizeti a holnapi reggelit? Igen, nagyon vagy gyerekek, csak olyunk ezt szállodában, nem tudjuk kifizetni. Szóval, hogy ott valaki, akkor tényleg vagy hát Gagát szépen megvezették. Hát tehát egy szórta a pénzt. Tehát, hogy ezt nem lehet elképzelni? De hogy nem, de azt tehát, is egyébként. Bejött egyébként rendesen, de ő... No, de hát ez valahol egyébként ez a rock and roll-nak a része. Tehát, hogy Elvis is annak idején minden haverjának vett egy bármilyen autót, meg egy bármilyen traktort, mert hogyha éppen kitalált, hogy ők meg traktorokkal szeretnének versenyezni, lent valahol a hátul a hátsó kertben, akkor, és csak egy traktor volt, és 10 voltak, akkor Elvis elküldött valakit, azt vett még 9 traktort, aztán egész délután ott nyomatták. Hát ez a rock and roll. Na jó, de George Clooney is vesz a barátainak 5 Harley Davidson-t, és elmennek együtt motorozni, de hát azért az nagyon hülyének kell lenni, hogy ettől csődbe menjél, nem? Szóval 100-200, mit 10-20-30 milliárd forintból utána, ha teljesen pénzügyi analfabéta vagy, vesz a 6 ingatlant, aztán ülsz benne is kész. Tehát veszel Rolls-Royce-ot az anyád, és meg az mennyi egy Rolls-Royce? Hát 70. Most mennyi? 8, most nem. Most, na most értek. Attól függ mennyi. Jó, de 78. Full arra, amik 80-100 millióból veszel egy Phantom. Tehát attól Phantom. Nem mész tönkre. Meg hát azt el lehet adni, meg az ingatlant is el lehet adni. Hát lehet, hogy van valami drága hobbija. Nem tudunk róla. Na mindig, jó van, Júli, köszi. Köszi a friss információkat, Lady Gaga. Pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Biztos offshore-ozott ő, és aztán most menekült. Aha. Ez az egész offshore ügy azért, ez milyen érdekes. Nagyon. Ugye, hogy itt borulnak most azért a szálak szépen. Óriási csalódás nekem most Jackie Chan. A részeges kungfus óta hatalmas kedvencem. Putyin, tudtad, de ennek van, aki az ember nem lepődik meg. Tehát Putyin a világ leggazdagabb emberének mondják, nem 200-300 milliárd dolláros vagyonnal igazából. Tehát valahogy nem lepődsz meg, hogy az ő neve felkerül. De mondjuk Pedro Almodóvár, vagy Jackie Chan neve ott van. Van egy ember, aki ezeket körbe hívta, hogy gyerekek, tudok egy jó panomai offshort. Hova kell alapítani, ahol te adó elkerülő elsz, illetve adó optimalizáló. Ugye? Most nem tudom, mi a jó szó, mert ha adót optimalizálsz, akkor te még csalást nem követsz el. Ez is megérne egyszer egy témát, hogy honnantól vagy te adó elkerülő, vagy adó optimalizáló, vagy mi mit jelent egészen pontosan. Tehát az, hogy én élek egy bizonyos lehetőséggel, és én mondjuk a Virgin szigeteken létrehozok egy céget, akkor én azért még nem csalok azzal, nem? Csak utána, hát ugye tulajdonos változik, úgyhogy senki nem látja, meg egyéb jövedelmet. Ha nem tiszta pénzt raksz a kintibe, akkor követsz el bűn, nem? Hát sokféleképpen követsz el bűn. Maga az offshore-ozás az nem bűncselekmény. Tehát az legálisan létrehozol. Elkerült az adott országban a magasnak vélt adóterhet, ezért választasz egy olyan országot, ahol hát finoman szólva jobbak az adózási körülmények, és akkor tulajdonképpen az adótervezésedet te így optimalizálod, ha lehet így mondani. Hát aztán nyilván ez nem biztos, hogy jó a dolog, de nagyon könnyű egyébként offshore céget alapítani.
pillanatok alatt megvan. Mert jött eszembe, még magyar. Mindig nem hiszem el, hogy van egy közös képed. Michel Platinával és Jackie Chan. Egy bank előtt. Panamai bank előtt. Igen. Az offshore cég az nem adómentes. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fizetsz adót, ha offshore céged van. Csak kint fizetsz. Ottani szabályok szerint. És igen. Itt... A bejegyzések szerinti országban fizeted az adót, vagy valamilyen adónak megfelelő éves összeget. Na most ez az éves összeg itt az, hogy neked van egy bizonyos bevételed, és mondjuk fizetsz hát, hogy nem 3000 dollárt. Hogy nem mindig kevesebb, mint a hazádban kellene fizetni. Igen. Tehát ugye sokkal kevesebb az adód, mint a normál cégek esetében, amik mondjuk ugye teljesen legálisan fizetik a magyar adó kulcsokat. Tehát ez az offshore lényege. Én ezt soha nem értem egyébként. Mint a Brit Virgin szigetek például, vagy hát ugye a Panama. Ki kell menni személyesen alapításhoz? Vagy itt van, lehet ma? Hát... Beszélgessünk erről adás után. Csak úgy kérdezem. Te érdeklő? Csak mondom, hogy tájékozódj. Én felszámolnám a BT-met, Feri. Tudod. Engem is érdekelnek ezek az információ. Rákóczi BT. Rákóczi vadon BT. Jó, akkor igen, betűzöm akkor, mert nem tetszik érteni, hogy Kornhely Holding. Elépszilonos, nem nincs. Nincs maguknál ilyen? Hát ilyen picit fura. Én tényleg azt nem értem soha. Egy kicsit ilyen álnaiva, vagy naiva felvetés, de hogy tényleg egy, mit tudom én, egy Tiger Woodsnak, egy Steffi Grafnak, vagy egy Lionel Messinek, miért van erre szüksége? Hát mert nagyobb pénzből egy csomót visznek el, érted? Tehát, de... hogy hát most 1 milliárd eurót van messzeként. Istenem, milyen szociosztoriban kezdtél abból most. Érted, 1 milliárd eurót, abból elvisz 200 milliót a baszk hatóság. Hát de... Hogy mit tudom, hova van bejelentve most Messi. Panamában meg elvisz belőle, amit a Balázs mond, 3000 eurót. Hát azért hát igen, meg hát nem csak arról van szó, ugye, hogy te a legális pénzedből kevesebb adót akarsz fizetni, hanem egy csomó olyan pénz van, ami nem a nevedhez köthető, minimális bürokráciával, teljes diszkrécióval meg tudsz alapítani olyan cégeket, aminek ugye nem teljesen egyértelmű a tulajdonosi háttere, nem teljesen egyértelmű, ki az ügyvezető, és te úgy vagy benne egy stróman által valamilyen külföldi offshore cég, hogy igazából az a te pénzed, de nem vagy benne, és nem kell feltüntetni, hogy benne vagy. Tehát egy csomó olyan pénzed is lehet, amiről effektíve senki nem tud. Ugye most ez nagyon egyszerűen elmondva. Tehát itt nem csak arról van, hogy van egy legális jövedelmed, de abból kevesebbet akarsz adózni, hanem más pénzek is befolynak, nyilván talicskázod oda a pénzt, csak hát ugye senki nem tudja, hogy az alapjelvében a nevedhez köthető. És egy ilyen kiváló pénzügyi infrastruktúrával megalapított helyen, ha lehet így mondani, ugye hát jut is, marad is, vagyira való. Ez a... Jó, de szép. Három gömbös roletivel, vizével, cukorszóra. Ilyen Balázs céghez alapítson, nálunk offshore céget. Jut is, marad is, vagyira való. De hogy most mindenki borul. Mert állítólag kilopták a papírokat, tehát hogy úgy robbant ki a botrány. Ki köpött vajon? Nem tudom pontosan, hogy... Jackie Chan kiutálja nagyobb. Szerintem Jet Li. No. valószínűleg Jet Li volt az, aki befújt a Jackie-t, és akkor innen borult. Csak megindult a dominó. Valószínűleg azt mondják egyébként, hogy hacker támadás volt. Tehát magát az egész botrányt egy hacker támadás indította el, és így kerültek ugye nyilvánosságra a panamai iratok. Legalábbis az a panamai ügyvédi iroda, ahonnan kiszivárogtak az adatok, ők azt mondják, hogy mi nem tehetünk erről, mi csak megcsináltuk ezeket az offshore cégeket, aztán, hogy ki hogy használja ezeket, az már mindig a tulajdonoson múlik, hogy most ide milyen pénzből, milyen jövedelemből származó, milyen pénzeket tüntet el, fegyverkereskedelem, drog, nem tudom. Ők azt mondják, hogy ők legálisan hozták létre az offshore céget, ahogy egyébként legálisan te is létrehozhatsz magadnak egy offshore céget, csak hát ott mindig van egy turpisság. Mindig van egy kis turpisság. És... ugye azt megtámadták igazából, és így kerültek ki az adatok. A kérdés, hogy ki jön még, mert hogy ezek még feldolgozás alatt állnak. Tehát most ezek újságírók százai böngészik az adatokat, és hozzák folyamatosan nyilvánosságra azt, hogy ki lehet még a dologban. Azért ez érdekes, nem? Hogy egyszerűen ki megborulsz. Hát meg, hogy ennyi nagy ember van benne. Nem? Azért nem, az is, hogy mindenki, politikusok, színészek, sportolók. Hát és ugye Lionel Messinél így szinte évente jönnek elő ezek a sztorik. Tényleg neki volt. Hát igen, papa, most nem? Volt, igen.
Érdekes, mindig mindenhol a papa egyébként a bűnös. Ugye Steffi Gráfnál is ez van. Mindig a papa a bűnös. Á, soha nem most, ő nem is tudott semmiről. A fatrom intézte az összes ügyemet, hát nem tudtam róla. Miért nem mondtad, papa? Hagyjál már. Mert a papa meg nem akarta bajba keverni. A papa le is, a Gráfnál papa le is ültek. Igen. Hát nem tudta, hát ültek a karácsonyi jegyeznél, és Messi nem tudta, hogy igen, ott a papa között. Leült egy piros 1002-esért. mint ahogy nálunk volt egy időben, Tila. Igen. Igen, Balázs túljártas vagy, vigyázz, ez gyanús. Uh-huh. Igen. Balázs, annyi otthon vagy ebben az offshore témában. Nem vagyok otthon az offshore témában, hát csak az alapvető dolgokat tudja az ember arról, hogy mi az offshore cég nagyjából. De hát nem hogy észrevegye, ha valaki azért csinálja, és tudja jelenteni. Egy pénzmosási útvonalat, most meg kéne jelölni, azért bajba lennék, hogy indítanám el. Tehát nem értek meg, nincsen offshore cégeim. Mert meglepődnék, az én nevem is kiderülne, azért merre kerül, hogy írtam ezt. Tényleg ez ilyen lenne. Igen. A fagy, jut is, marad is fagyira, való BT. Klassz FM média iskola. Hát akkor igen, igaz, itt vannak a kurzusok. Vadon János, azt mondja, Várépítészet, Tatár János, ez a magyar, hogy igen, Rántások, Kabrások, Rákóczi Ferenc, igen, és akkor offshore céget, szigorúan csak elmélet Sebestyén. Az offshore cégek felépítése és működése. Az alapoktól a haladó fokozatig. Jó. Na, témázunk egy picit, mert hogy készültünk témával így 8 óra utára is, és sokakat érint ez a téma, mert szerintem, akinek olyan szerencsés, hogy mondjuk felnőtt korban még élnek ugye a szülei, az ugye nem tudja elkerülni, hogy a szülők valamibe beleszóljanak, vagy folyamatosan beleszóljanak valamibe. Ugyanis egy nagyon helyes történetet találtunk, a Walking Dead rendezőjét leszitta az anyukája. Leszitta az anyukája, ugyanis a producer rendező édesanyjának rémálmai voltak az évadzáró epizód után. És ugye nagyon sokan felháborodtak a Walking Dead évadzárója miatt, hogy most miért nem menjünk bele. Nem spoilerezünk. Nem spoilerezünk, meg ne sokan nem is nézik ezt a sorozatot. Sokan igen egyébként, csak hát nem akarunk ezzel mindenkit mutatni. Viszont a téma érdekes, mert hogy elmesélte a producer rendező, hogy az évadzáró másnapjának reggelén felhívta az anyukája, aki követelte, hogy árulja el neki, milyen szereplők halnak meg a végén, és egyébként is hogy tudott ő egyáltalán, és hogy vette a bátorságot, hogy ilyen dermesztő, ilyen durva sorozat véget forgasson le. És elmesélte emberünk, hogy ő értetlenül állt édesanyja szitok szavai előtt, és tűrnie kellett, hogy a mama leszúrja. Nem is jó az én vagy. Sötét rémálmai voltak a szörnyű végjáték miatt, és hosszú-hosszú perceken keresztül nyúzta a saját fiát, hogy mégis hogy vette a bátorságot az, hogy ilyet rendezzen. És hát ő kikérte magának. Hát, nagyon jó. Nagyon helyes történet egyébként. Szerbusz, Greg. Szia, mama. Tudod, miért telefonálok? Na, mi van? Átjössz hétvégén, anyu. Láttam a szezonzárót, hogy bánom, hogy megszültek. A srácnak egyébként nem volt az váratlan, hogy a mama fölhívta, mert állítólag a mama minden epizód után fölhívta. Uh-huh. Tehát minden epizód után felhívta, és számon kérte a gyermekét, hogy miért ő halt meg, miért nem ő halt meg, mi történt, hogy találta ezt ki, miért ilyen irányba viszik magát a sorozatot. De mégis lenyilatkozta, hogy megdöbbentő volt neki, mert a sorozat zárónál, az évadzárónál viszont a mama teljes elánnal támadt neki, hogy szörnyű rémálmai voltak, és kikéri magának, hogy a fia ilyet. De szerintem ez egy teljesen normális dolog. Nyilván téged is felhív anyukád, hogy megkérdezi, hogy kik lesznek a vendégek a következő gyertek. Hát szombat estében Ferit is, hogy mi lesz a legközelebbi akciós menü. Hát egyébként engem általában... Engem úgy leszokott szúrni, hogy azt el nem tudod képzelni. Most itt volt nálunk Velencén, ti voltatok a velencei kis nyaralónál, hogy mekkora a konyha, 2 négyzetméter bent állsz, és anyád ott áll melletted, és a mama következetesen, ha én bemegyek a konyhába, akkor ő is bejön, hogy akkor most zöldborsó főzelék, akkor a habiskujás, én fiamtól! Ez, habarás vagy rántás, melyiket teszed bele? Mondom, Zseni. Mama, meg tudom csinálni, hidd el, ülj le, sétálj egyet, nézd a televíziót, játsz az unokákkal. Én itt egy kicsit jobban megszoktam sózni, majd én megcsinálom, uh-huh. És állandóan ezzel jön. Tehát, igen, ahol vannak szülők, ott ezzel igen. Együtt kell élni, nem? Tehát szerintem mindenki tud az életéből olyan területet kiemelni, ahol uh-huh. Vagy az anyukája, vagy az apukája folyamatosan jelen van. Ha elköltöztél, mégis ott vannak a vigyázó szemek uh-huh. Azért, és kicsi apró beleszólással, kicsi apró tanáccsal, amit ugye azért már 26 óra már nem tanácsnak érzed, mama jelzi, hogy valamit az élet valamelyik területén te nem csinálsz jól, vagy csinálhatnál jobban. És te hajlandó elfogadni, hogy felnőttél, hogy elköltöztél, hogy már te is gyereket nevelsz, hogy 50 éves vagy, hogy 40 éves vagy. Mama jön, és mama
lefekteti a szabályokat. És elmondja, hogy mit kell csinálni. És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy általában abba szólnak bele, amihez egyértelműen jobban értesz, mert hogy érted, most Ferinél a főzést elmagyarázni, vagy nálad, hát nem tudom, ezek a vendégek, nem tudom, hogy most ez a casting, ez nálatok hogy megy, Balázs, de hát én azért ezt... Én minden műsor után megkapom, rádió műsor után is sokszor, hogy ma ilyenek vagy olyanok voltatok, tehát állandó csekkolásban vagyok. Tehát ma jó, ma kicsit ilyen, ma kicsit csak olyan. Csak azért, mert jó a segge, megint meghívtátok. TV műsor után is állandóan megkapom, új műsor előtt megkapom, hogy ugye nem ilyen lesz, vagy nem olyan lesz. Már előre mondja. Már előre is kapom, van, amikor előre kapom, utólag mindig megkapom a kritikát, vagy dicséretet, attól függ, hogy mit tettem le az osztalra. Nincs itt ilyen öntömjénezés, vagy gyermektömjénezés, hogy persze, bármit csinálsz, nagyon jó. Előre is kapom. A de bártatlan a mama, tehát így rendesen meg tudja nézni, és nem. Nem mindig lecsesz valamiért. Soha nem az. Valamit mindig talál. Hát kritikus szemmel tudja nézni. Hallottam az új díjról. Hát nagyon szurkoltam a Gundinak, de... Na például díjátadó, újságírók, remélem rendesen leszel felöltözve. Akkor most már tudom, miért mentél úgy, ahogy mentél. Nem így beszél. Láttam a ruhádat, felvettem a jobbik szemüveget. Egyébként 55-ös születésük, ha jól emlékszem. Hogy várjál csak azt. Jól tudom, várjál megnézni. Nem, 64-es. Szóval, hogy nem így beszél, de igen, nem tudsz normálisan felöltözni. Szóval minden után mindig megkapom. Ha elmegyek egy díjátadóra, és nem azt veszem fel, akkor azért, ha átveszem a díjat, de nem azt mondom, azért, ha olyan a műsor, hogy nem olyan, de neki nem tetszik, akkor azért. Van egyfajta kontroll. Tornacipőt, zakóhoz, ki vagy, csiszát? Igen. Na, és hallgatóink között is biztos vannak olyanok, akik folyamatos kontroll alatt élnek, vagyis a drága jó anyukájuk, drága jó apukájuk valamibe mindig beleszól, úgy, ahogy egyébként a Walking Dead rendezőjének anyukája, aki ugye leszitta a rendezőt, mert nem tetszett neki az évad. El kéne vinni a mamát a forgatásokra, csak akkor meg tudod az lenni, hogy igen, hát... Tessék! Mama! Mama, legyen szíves, nem beleszólni. Oké, beengedtem, nézze. Oké, jó, meghallgat, persze, együtt, de ne szóljon bele. Több átélés! Írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi az, amit a mama vagy a papa kritizál? Mi az, amiből beleszól? Most tényleg zárjuk ki az anyót, zárjuk ki az apót, tehát itt hagyatkozzunk csak a szülőkre. Mikor jelzi, hogy jelzi, egyértelműen jelzi, vagy csak utal valamire, sokszor kicsit utal, amivel pont az őrületbe kergeti a saját gyermekét. Mert ugye van az a kategória, aki nem egyértelműen akar beleszólni, hanem mindent úgy indít, hogy én nem akarok beleszólni, aha, de. Csak. Ugye, tehát megvan ez a szülői típus is, aki úgy kotnyeles, hogy közben agyon tudnád vágni. De persze ő nem érzi, és ő nem akar ezzel rosszat. Csak úgy ott van és jelzi. Csak mondom. Csak mondom, hogy nálunk vagyok tisztaságban. De tényleg az a legjobb, amikor olyanba szól vele, ami ezt egyértelműen jobban érzi. És elmegy a házba, és akkor mit tudom én, a házak szigetelés foglalkozó, és hát szerintem kevés lesz a dűbel. Mama! Szerintetek egyébként mi is ilyenek leszünk? Már vagyunk. Biztos, hogy nem. Szerintem igen, az a durva, szerintem persze, igen. Persze, hogy igen. Tehát, hogy ez ugyanúgy öröklődik. Tehát, ha látod valamit a gyerekedet, hogy nem jól csinálja, most is mondod neki. Ez nem múlik el 20 év múlva, ha a gyerek mondjuk 30 éves lesz, nem? Ugyanúgy beleszólunk majd mi is valószínű a gyerek életében. Hát nem? Én magam... Mégiscsak azt érzed, hogy a tiéd, és valahogy neked erre jogod van, aztán a gyerek fölnő, és talán már kevésbé van. De nem fog változni. Én azt vettem észre, hogy mindent meg akarok csinálni a gyerek helyett. Nézem, hogy csinálja, és így mert elkezd például, mit tudom én, elkezd főzőcskézni, meg megtanul egy-két ilyen alapvetően kis receptet, így elkezd vagy ételt elkészíteni, és akkor nyilván nem úgy vágja a hagymát, meg nem úgy kockázza a krumplit, meg ilyesmi, és akkor így nézem egy darabig, és akkor hagyjad majd én. Szegény. És az elveszed így kedvét, az a baj. Ennél nincs meg semmi idő, a gyerek önbizalmára és önképére nézve mindent. Na hagyjad, látom már, hagyjad majd én. De egy darabig türköztetem magam. Tehát egy darabig nézem, tudod? Egy perc, aha, szerintem. Amikor és aztán pedig átveszem, hogy igen, és már majdnem végzés. És hely, majd én csinálom, túl egy kockákra vágod az a hagymát. Jó, mondjuk nálad, ha nélkül egy hagyma szeret nem teljesen egyforma, azért ember legyen a talpán, aki nálad úgy felszeleteli egy hagymát, hogy az neked tetszen. Mi szeretem a kurátusan fölakrítani. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Papa, mama, hogyan kritizál benneteket? Mibe szól bele? És hát mi az a pillanat, amikor tényleg nem hagy benneteket nyugodni, és folyamatosan zaklat benneteket? Jó, írjátok meg az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva.
Itt vagyunk, és egy nagyon helyes témával foglalkozunk. Ugye beszélgettünk a hírek előtt arról, hogy a Walking Dead rendezőjét leszitte az anyukája, mert hát rémálmai voltak az évadzáró epizód után, és a mama évek óta kitartóan figyeli ugye a fia munkásságát, és mindig rögtön elmondja a véleményét, és amelyik nincs ezzel semmi baj, tehát a mamákra erre, ezért szükség van. Viszont alaposan leszitta az utolsó rész után a fiát, hogy mennyire sötét volt a végjáték, és szörnyű volt, és nem tudott aludni, és nem álmai volt. Kihalt meg valójában, kikéri magát. És hát az ember bármikor a sztár, bármikor a rendező, producer, ez bizony, tehát el kell fogadni, és tűrni kell, hogy a mamák néha helyre rakják az embert, és ugye arról beszélgettünk, hogy minden családban, ahol ugye még olyan szerencsések hallgatunk, hogy élnek a szülők, ott valószínű van egy mama vagy egy papa, aki azért úgy szeret beleszólni. Uh-huh. Beleszólni a dolgokba, nem ártó szándékkal, nem olyan jelleggel, hogy ő ezt most jobban tudja. Egyszerűen csak szeretné csemetéje, és hát most az idézőjeles a csemetéje, ugye 40 éves emberekről beszélgetünk, 30-40 éves felnőtt emberekről. Szereti a csemetéje azért jól, vagy jobban csinálná éppen azt a dolgot, amit csinál, ezért mama jön és rendet tesz. Mert jót akar. Néhány héttel ezelőtt volt például az, hogy a baltimori zavargások idején egy édesanya a 25 éves fiát észrevette a híradóban, ahogy éppen egy tüntetésen fekete simaszban, fekete ruhában éppen összecsapni kíván a rendőrökkel, vagy akar a rendőrökkel. A mama fogta magát, bevágta magát az autó, kiment, és hazapofozta a gyereket. A gyereket, a 25 éves gyereket, mindenki szemmel láttára, kikiáltották már az évanyjának, óriási üdvrivalgás fogadta az egészet, mindenkinek marhára tetszett. Azt mondja, hogy csak a szemében nézett a srácnak, és már látta, hogy a fia simán felismerte abban a pillanatban. Meglátta, és aztán kiment, és szó szerint haza pofozta, haza rángatta a fiút. És az egészet, ami a híradó közvetítette, zseniális. Na igen, azt láttam. Elég sokan most nem tudok menni sajnos, nem tudok beszélni, nem tudok kimenni a tüntetés, itt van anyám, le kell tennem. Hálás vagyok, hogy vannak, imádom őket, de amikor jön a telefon, barátokkal vagyok kiangosítva, a következőt hallják. Ettél, Zizikém? Van mit enned? Nem fázol a lakásban? Mész este valahova? Lehet, nem kéne, mert hűvös van. Vegyél föl valamit. És nagyon lengén mentél rá. 42 vagyok, írja egy hallgatom. Azt mondja, hogy téli gumit cseréltél, C-vitamin, D-vitamin, adtál a gyereknek, CO mérőt vettél a szobában, minden télen minden telefonbeszélgetésnél elhangzik. Azt mondja, hogy nekem most van a 15. napom, hogy megírjam a szakdugám, anyukám és nagymamám felváltva hívnak, hogy érdeklődjenek, mennyit haladtam egy-egy nap. Mondanom sem kell, hogy egyébként nem sokat segítenek. Ezt Bogi küldte nekünk. Van vonalban egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Nem, már nincsen vonalban, csak vonalban volt. Azt mondja, hogy 29 éves vagyok, 29 éve balkezes, édesapám hátán feláll a szőr, amikor kenyeret vágok, mindig megjegyzi. Ja, te még mindig balkezes vagy, te még mindig. Add már ide, majd én vágok egy jobbos karét. Vágok egy jobbos karét, az finomabb. Jó, Flóra küldte a jobbos karét. Igen. Azért vega vagyok, a családnak ellenére hetente háromszor húst főzök, ha gyerekek közül valaki megbetegszik, papa egyből hív, és elmondja, hogy persze, hogy beteg a gyerek, mert ezzel a sok rohadt zöldséggel etetem őket. És mivel nem megy iskolába, így meg is fog bukni. Egyébként kitűnő tanuló a gyerek. Júli küldte nekünk. Tegnap kaptam meg, mondd meg a férjednek, hogy három gyerekkel ne menjen 130-al az autópályán. Mennyivel menjen, szegény? Tényleg. Vágok nagy késsel, áll fölöttem és néz, majd mondja, el fogod vágni a kezed azzal a nagy késsel. Aj, addig soha, de akkor nyilván elvágtam. Írja nekünk egy másik hallgató. Akkor követed el őket az egyetlen hibát, vagy a legnagyobb hibát, amikor éppen ott áll és kritizál, és nézi, hogy mit csinálsz, és nézi, hogy hogy csinálod, és már ugrásra készen várja, hogy elszúrt, el is szúrod. És akkor biztos szúrod, persze. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Csáó, na, nálad ki szól bele, miben? Hát jó, édesanyám szól bele, minden áldott héten, szombaton, délelőtt mindig megcsörgett el hét, hogy édes kicsi fiam, ettél egész héten rendesen, tiszta ruhába jár? nem érzek is. És akkor mindig mondom meg, hogy van mi nyugi, van feleségem, aki gondoskodik rólam. Nem érdekel a feleséged, igen, meg úgy. Ugye ez a baj anyunak. Ez a probléma, hogy igen. Egy másik nő állt. Igen, de ettől még van egy durvább is, és akkor utána, amikor ezek ugye lenyugodnak, akkor utána jön, de a pisztolyod mosod rendesen, nem, hogy valami baja legyen a feleségednek. Pisztolyodat mosod erre. Viszont itt a feleségre is gondol, hallod? Azt mondja, hogy baja legyen a feleségednek.
És mondtam neki, hogy mami, nem olyan az enyém a pisztolyom, mint az oké, Rudi. Már bocsánat, kimondtam, hogy pöttyös és tudós. Igen, igen. Tehát aggódik a mama a pisztolyod iránt, hogy mosod-e rendesen. Igen, mondtam neki, édesanyám, 44 éves vagyok, azért már csak oda tudok ilyesmire figyelni. És minden vasárnap megérkezik a telefon? Nagyon jó. Szombaton 9 és 11 között. Így ez egész hétvégét megalapozza. Ha már nem is 11 óráig, akkor már csörgetem, hogy valami baj van. Igen, tehát nem fenyeget az éjjelhalás és tiszta a ruhát. Hát ez egy fontos dolga. Hát igen, csak ugye amikor meg vannak olyanok, hogy annyira túlagód mindent, amikor már szó, hogy jön fel, akkor jaj, mondom a páromnak, takarítsunk, mindent csináljunk, mert ezt úgyis bele fog köszönni mindenbe. Képes kiszedni a ruháimat, és mondja a páromnak, hogy nincs ki mosva rendesen, nincs ki vasalva rendesen, meg ilyenek. Atyaisten, jó, azért ez a párod és az ő közötti konfliktust is erősen jelzi azért, hogy... Nem, meg el vannak amúgy, nincs semmi vita. Ha csak finoman minden, jelzi, hogy azért ő szebben most, meg szebben takarít. Így van. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello. Fater mindig elmagyarázza nekem, hogyan kell használni a Google keresőt, még a laptopomat se tudja bekapcsolni, de mindig okoskodik, amikor használom. Amikor a tényekkel szembesítem, kiderül, hogy én vagyok a rossz. Megérkezem apámékhoz, mindig a következő mondat vár, koszos a kocsi. Mire mondom, hogy most mostam le, akkor foltos. És úgy is talál rajta valamit. Jó, de gyönyörű. Akkor foltos. Üzletvezetőként dolgoztam egy nagy telekommunikációs cégnek, és bejött a nagyikám, és az ügyfelek előtt elkezdtem mondani, hogy törölgessem már át a lámpabúrákat, mert ő foltosnak látja őket. És minden nap töröljem le a székeket, mert azt úgy kell. Azért az erős, nem? Azért az üzletvezetőként azért az picit erős. Igen. Évi 60 ezer kilométert vezetek, édesapám max évi 5000-et. Ha beül mellém, még mindig magyarázza, hogy kell vezetni. De már megszoktam, Laci küldte nekünk. Engem apám úgy engedett csak vezető, hogy beült az anyósülésre és fogta a kéziféket. A biztonság fő, Igen, ez reális, egy 80-an menő kocsit megállítasz kézifékkel egyébként. Gyerek születése után fiú lett, anyám csak annyit mondott, ha tátott szájjal csináltad volna, akkor legalább szép lány lett volna. Ezek is súlyos mondatok, ám. Ezek is súlyos mondatok. De azért a papa beül és megfogja a kéziféket, erős, nem? Anyám szerint életképtelen vagyok. Mindig azt mondja a drága asszony, hogy világra való, csak nem erre, ami én vagyok. 32 éves vagyok, minden szép, minden jó. De egyébként imádom a saját édesanyját. Aha. Azért ez is kemény. Igen, de azért jól indítja. Világra való, de nem erre. Jó felvezetés után drámai befejezés. Igen. Apám mindig úgy építette az önbizalmamat, hogy ne azt mondta, hogy nem lehet, hanem mondd azt, hogy nem tudod. Jó, ide szép mondatok ezek, igen. Barács, ezért a témáért még számolunk, puszi, az édesanyja. Drága mama. 41 éves édesanyja vagyok, anyukám adott 2000 forintot, és mondta, hogy menjek el fodrászhoz. De már, és adott pénzt is rá. Adj, cuki. Hát ez csak a gondoskodás. Istenem, menj le. Hogy nézel ki? Nincs pénzed fodrászra? Na, itt van 2000 forint. Ráadásul reális a 2000, nem? Igen. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy Budapesten kívül, igen, Budapesten már nem nagyon válják le. Volna valót is hagyjál. Jaj, de szép SMS-ek ezek. De egyébként tényleg visszatérve ahhoz, hogy mi ugyanilyenek leszünk, ha nem is ugyanebben a formában, de a szülői lét, az kicsit erről szól. Mindig úgy érzed, hogy egyengedni kell a gyermek útján. Nem? De csak amikor felnőnek, már csak elengeded, nem? Mert hogy most mondod neki, mit én bringázunk, és akkor mondod, hogy Soma, fogd a két kézzel a kormányt, de ezt később is fogjuk mondani? Hogy rendesen mennyi gyerekem, hát csak nem. Pofozlak. Hát de ezek szerint, az SMS-ek szerint meg mindenki mondja a felnőtt gyerekének. Igen. Anyukám szerint Pesten én mindig éhes vagyok, és nincs Pesten kenyér. Ezért mindig adni akar, hogyha nála vagyok. Nincs ott jó kenyér. Ez honnan jött, ez a fél info. Hogy ne halljak. Ez azért akad. Igen, atya úristen. Na jó van. Azt mondja, utolsó SMS, 42 éves vagyok, anyukám szegény ki sem mozdul otthonról, mert pánik beteg, de hát melyek hozzá minden nap megjegyzi, te ebbe a ruhába mentél dolgozni, más nincs. Imádom, de sírva visz, ezt Kitti küldte nekünk. Utolsó, 40 éves vagyok, anyukám még mellett laktunk, mindig spóroltak, a gyerekek be voltak tanítva, ha jön a mama kólát, chipset el kell dugni. Egészségesen élünk, gyerekek. Itt nincsen semmi. Kólát, dugd el, jön a mama, dugd el a chipset, dugd el a kólát. Na jó, köszönjük az SMS-eket, hát akkor nem csak a Walking Dead rendezőjét.
idézőjelesen terrorizálja az anyukát. Ez nem terror, nem, valójában, hát ez nem, szeretetről nem szól. Ez aggódásról és a gondoskodásról. Meg addig jó, amíg mondja. Meglátta a posztokat és aggódik a fia testépségét. Ah, igen. Na, mutatjuk a hármas ugrást. Ha játszanátok, figyeljetek, jó, nem lesz annyira nehéz. Mutatjuk. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Jól na, van, jó. na jól van, még csak százszor volt. Úgyhogy, úgyhogy nem annyira nehéz, de megmutatjuk még egyszer. Na, tehát aki akar jelentkezni a játékra, elmondjuk, mert néhány, ami mindig nem értik, annak a most hallott dal részletekből kell elküldeni kettőt. Vagy kettő darab dalcímet, vagy kettő darab előadót az SMS számunkra. Ez a beugró ahhoz, hogy tudjatok hármas ugrást játszani. Itt azért voltak ismert dalok, ismert előadók. Ez nem annyira nehéz. Sima, hogy könnyű. Igen. És dalpremierünk lesz. Dalpremier, gyerekek! Hey! Jó kis dalpremier 9 óra után. Ki csinált már megint újat? Az utolsó Avicii. Mielőtt Avicii leteszi a pendrive-ot. még szült egy dalt. Nem. Ákos új dalt készített, és úgy döntött, hogy ezt nálunk akarja bemutatni. Mi pedig nem feküdtünk ennek a dolognak nagyon keresztbe. Úgyhogy Ákos. Így van. Ákos új dalát mutatjuk majd be. Ez tőlünk a szülinap ajándékja, hogy leadjuk. Isten éltesse sokáig. Mert hogy 48 éves lesz. Azt a betyárját neki. Akkor neki. Ez dupla ünnep. Mi? Szülinap új dal. 48 éves lett, tényleg? És ez most egy ilyen összefoglaló? Hogy eddig mi történt? Ha, vagy ez volt egy már ilyen visszapillantó, vagy ilyen visszatekintős dala. És azóta minden évben csinál egyet. Mert az bejött. 46 lett, 47 lett, 48. Ah, igen. Szóval a dal címe ugyanúgy, ezzel azért még sokat nem spoilereztem, ugye most ha beleénekelnék, akkor sokkal több, de a címet el lehet mondani. És ezzel jövünk majd 9 óra után. Ami fontos egyrésztről, tehát megmutatjuk ezt a dalt, valamint van egy EB játékunk is. Így van. Két kérdés már lement a héten, ugye csak az játszhat, aki minden kérdésre helyesen válaszol majd, és akkor pénteken úgy fogunk sorsolni. Most mondjuk a harmadikat? Hát lassan beizíthatjuk a harmadik kérdést. Mondhatom. Igen. Mondhatod? Mondhatom. De ne szórakozzál. Most ne szórakozzak, és ne mondjam, vagy ne szórakozzak. Szórakozz és mondd. Mondd. Tehát melyik ország szerezte a legtöbb érmet a labdarúgó Európa-bajnokságok történetében? De mindenféle érmet? Megfejtetted a kérdést. Így van. Ez mi a kérdés. Mi van? Mondd el még egyszer. Hát melyik ország szerezte a legtöbb érmet, amiben, segítek, benne vannak a bronz, az ezüst és az arany érmek is, a labdarúgó Európa bajnokságok történetében. Tehát jól értem, hogy Brazília kizárva. Megvagy. Megvagy. A felét már behúztad. Jó, hát ez, így van. Ez igényel egy kis kutató munkát azért. Persze. De van két idő. Olyan ország, akik aranyérmek tekintetében ugyanúgy állnak, viszont az egyik ország, s még az aranyok mellé nyert egy csomó más érmet is. És a másiknak csak aranya van? Vagy neki is van? Nem tudjuk. Jó, nézz utána. Jó, ennyi kérdésed van. Olvasd el, Feri. Írjátok meg, jó? Mi pedig menjünk tovább. Gyerekek, jött egy poligráf. Jött egy poligráf. De jó, nem végre. Nem egy két lábon járó poligráf, hanem kaptunk egy poligráfot, egy hazugságvizsgálót. Egy hazugságvizsgálót, úgyhogy egyesével idézzük majd be kollégáinkat ide a stúdióba, és teszünk föl nekik keresztkérdéseket, mit tudnak a malac perseiről. Reszkesetek. Úgyhogy jövünk a nyomozás részleteivel, Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, és egy vadonatúj Ákos dal, de jó. A címe ugyanúgy. Ugyanúgy szólt, mint. Aha. Ugye? Még szerencsé, hogy nem ugyanaz. Ugyanúgy, jó Ákos dal volt. Jó. Igen. Ez nem igaz, de ez most jó. Hát ennek most valahogy úgy volt lendülete vagy sodrása. Úgy én azon Ákos dalokat szeretem inkább, amik nem akarnak nagyon megfejteni. Csak úgy egyszerűen úgy meghallgatod és úgy jó hallani. Nem? Vannak a nagy megfejtős Ákos dalok, és van, amin csak úgy van egy dallam arra, hogy fölül, és akkor az úgy megy végig. Ez inkább az utóbbi. Megfejtős lemez majd 50 éves jubileumra lesz. 2 év múlva gyerekek ünneplés náluk. Meglásd. Most volt a bonanzás korszakunk, és Ákos is lassan 50 éves, nem?
Hihetetlen. Hát, gyerekek, és mi is vele együtt, hát mindenki, szóval, hogy ezzelről senki nem kivétel, de hogy... Á, mindegy. Tényleg csak egyetlen dolog vigasztalja az embert, hogy mi csak 2 év múlva leszünk 48-at. Igen, van egy kis... Nagy lemaradás. Van egy kis előnyünk, van egy kis előnyünk. És ezt mindig tartani fogjuk. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Azt nézem, hogy van-e valami friss, ami talán esetleg érdekes lehet. Trafi Miskolc előtt Tiszaújvárosban briket futár küldte nekünk. Van egy trafink szintén Győrben, és hát el van bújva, mindenki vigyázzon. Valamint Veresegyháza végén Vác irányában is mérnek, ott is menjetek lassan. Sáránnál Debrecen után a 47-es úton autó az árokban, a forgalom rendőri irányítás mellett halad, mentőtűzoltó a helyszínen, kaptuk ezt is Debrecenből. Aztán Kaposváron, a Dombovári úton a kifelé halódó sávba telepített trafi a 30-as táblánál mér már 2 hete, útfelbontás az ok, de a trafi ott van, úgyhogy vigyázzatok nagyon. És a Hunyadi utcában forog a kamera a 19. kerületben, ezt Dávid küldte nekünk, valamint ez most jött Szentendrei úton a Mozaik utcai felüljáró után az Árpád híd felé a középső sávban lerobbant egy narancssárga kis busz, és emiatt van torlódás. Ezt többen kérdeztétek, hogy mi a helyzet a Szentendrei úton, hát ez lerobbant egy kis busz, ha azt elhagyjátok, akkor már is túl vagytok rajta, valamint Budai alsó rakpart a Mozaik utcáig áll. Tündének üzenném Pécsre, hogy Balázs az előbb az EB-s kérdésre csak viccelt a brazilokkal. Nem mondod. De ezt most komolyan nem mondod. Brazilok nyerték eddig a legtöbb érmet. Ja, azt hittem, hogy helyre tett egy brazilian, nem, Európa. Amikor a humor ennyire nem megy át, Balázs, csalódtam benned, Brazília nem Európa, küldi ezt el egy hallgató halálos, akkor minek beszélsz valamiről, amihez nem értesz. Igen, ha végig görgetni, milyen is lenne. Biztos, hogy lenne. Igen. Na, csak még egy pillanatra visszatérve az Ákos dalra. Új klip is készült egyébként ehhez a dalhoz, és mi ezt a klipet megosztjuk a Facebook oldalunkon. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg, vegyétek át, osszátok meg, és terjesszétek Ákos új klipjét. Ez most egy nagy csomag akkor, klippel, dallal. Biztos most már lassan a nyári turné is körvonalazódik, majd azt is meghirdeti, mert ő ugye mindig nyáron nagyon aktívan szokott, most nem tudom, hogy fesztiválokra megy, de tavaly. Igen. Nézd még valaki videóklippet. Szerintem igen. A Viva TV nézettsége szabad szemmel már nem látható. Úgy a nézettségi De úgy már osztan szerintem orvaszájban. Igen. Úgy viszont igen, kíváncsi vagy, mit lehetett a dal mellé tenni. Mert régen ugye minden dalhoz kellett videóklip, hiszen játszott a zenetév. Most már azért nem minden elkészült dalhoz készítenek a zenekarok videóklipet is, nem? Van egy csomó dal, aztán valami nagyon megy, szeretnék, lesz hozzá egy klip. De régen dal, klip az együtt járt, nem maradt el a kettő. Ma már azért ez nincs így. Rengeteg dalt feltesznek úgy, hogy igazából nem forgatnak hozzá semmit, csak mondjuk maximum felrakják hozzá a szöveget, vagy valami minimális ilyen kis képi körítést, de rengeteg dal fenn van. Én például Orbaszájban ott hallgatok zenét, tényleg. Tehát felmegyek, és akkor ott. Érdekes, hogy Csabival beszélgetünk erről a múltkor, hogy ő egyáltalán nem nézi ezeket a videó megosztókat, nem nézi a klipeket, ő inkább, hogy hívják, nem érdekel. Ilyen rádiókon keresztül hallgatja azokat a zenéket, amiket szeret. De hogy én állandóan felmegyek ezzel, és mindig megnézem. Hát jó, a Britney zenét valami el kell, hogy vigyen állat. Hát, viccelsz. Igen. Na, hazugságvizsgálódunk egy picit. Nyomozunk az eltűnt malacpersejünk, illetve nem is pontosabban, nem az eltűnt, a feltört malacpersej után. Ugye valaki nem tudná, mi hosszú hónapokon, talán azt is lehet, mert éveken keresztül gyűjtögettünk, mindenkinek megvolt az, amiért dobnia kellett. Nekem, ha azt mondom, hogy jaj gyerekek, te ha késel vagy kezető, krémezel, vagy nem tudom, Ferinek, ha hosszú sztoria van, amit a hallgatók úgy ítél meg, hogy dobjál Feri egy százast. Hiányolják a végéről a csattanót. Nem, az nem volt soha kérés. Azt tudták, hogy azt nem tudom megcsinálni. Csak a hosszú felvezetés miatt. És hát csalódva, konstatáltuk, hogy a persejünket feltörték gonosz kezek. Így van. Elvitték belőle 20-30-40 ezer forintot. Nem mondjuk azt azért, hogy ez a rádión belül történt, sőt, mi azért abban hiszünk és azt gondoljuk, hogy ez valaki valahogy az utcáról vagy betéved, vagy oda keveredett, vagy volt egy villámlátogatása. De hát ha van egy lehetőség arra, hogy hazugság vizsgáló alá vessük saját kollégáinkat, miért ne élnénk ezzel a lehetőséggel? Úgyhogy poligráf vizsgálatot rendeltünk el a nyomozás érdekében. Aki hátráltatja a nyomozást, gyanús, aki nem jelenik meg, gyanús, aki lemondja a poligráfot, szintén gyanús. Ennyi. Úgyhogy lehet, hogy legalább szűkíteni tudjuk a kört, ha nem is lesz meg. Nem csak arról van szó, hogy minden fillért, minden forintot a saját és a gyerekeink szájától vontunk meg, amit beledobtunk abba a persejbe, hanem az elvről is. Bizony.
Itt az elvről van szó. Ki kell derítenünk, hogy ki volt az, illetve meg kell bizonyosodnunk arról, hogy csak és kizárólag becsületes emberekkel dolgozunk együtt. Mi ezt feltételezzük. Így van. Hát ez a mi naivak vagyunk. Így van. Mert mind a hármukra jellemző a gyermeki naivitás és bizalom. Igen. Ezért rendeltünk be egy poligráfot. Itt van velünk Simon. Jó reggelt kívánunk, Horváth Simon. Hello, ciao. Jó reggelt kívánok. Csak egy mondat erejéig, te kezeled majd ugye a szoftvert, te teszed fel az érzékelőket az emberrel, és a stúdió körülmény azért az nyilván más, mint egy hivatalos poligráf vizsgálat körülménye, de azért elindulhatunk ezen az úton. Igen, elvégezhető a vizsgálat. Nagyon jó. Ez nekünk már bőven elég. Mit kell feltennünk? És, hát hova? Négy, és hova? Négy érzékelő van, ami alapján működik a hazugságvizsgáló. Egy mellkasi légzés, egy hasi légzés. Van, akinek a kettő összefolyik. Vérnyomásmérés, igen. A pocakos felügyen. És az izzadságot méri egy ilyen bőrellenálláson keresztül. Ezt egyidejűleg méri a szerkezet, tehát kizárt dolog, hogy át lehessen verni a gépet. Hát akkor gyerekek, öntsünk ürgét. Most nem poligráfozunk? Ja. Ürgöntése fel. Na most egyelőre... Itt hozzak be. Ez a jelenti, itt vagyunk hárman. Aha. Ugye? Tehát, hogy azért én azt látom, hogy nem tolonganak annyira a kollégák, hogy jönnek maguktól, mert pedig mindenhol szólunk egyébként. Tehát szólunk a híreseknél, a szélszeseknél, a promóciónál, tehát mindenhol hallgatnak bennünket. Egyelőre zéró a jelentkezés. Aki először idejön, az azért gyanús, mert ő jött először. Igen. Vagyis hamar túl akar lenni rajta. Akkor dobjunk be mi valakit, nem? Nem tudom, hogy kik vannak már itt. Én négy órája nem álltam fel hát a székre. Hogy a lenne a folyosó, mert tényleg. Aha, mit, ha észre sem lenném? Édesem, hogy fülesen a fejem mellettem vágja a besztopot. És fogalma nincs, hogy miről beszélünk. De ha a kamera lenne a folyosón, most biztos azt látná, hogy abban a pillanatban, hogy kimondtuk azt a szót, hogy poligráf, így hirtelen mindenki egymás hegyén hátát taposva próbál meg az udvarra kiáramlani. Csak elmegyek, elszívok egy cigarettát. Ó, ez egy kis sűrűs dolgom van. Jaj. Na, ki kit legyen az első? Hozd be a Vikit. Tényleg? A feleségedet akarod ez meggyan... Ez egy jó lehetőség arra, tényleg, hogy hazugságvizsgálóra tegyem a saját feleségedet. Ez nem rossz. Gyere csak. Gyere, Viki. Gyere. Viszont akkor hagyjuk a persi estét. Jó ide, jó. Addig felszólítjuk a kollégákat. Aki bátor, ide jön. Aki bátor, most beül a hazugságvizsgálónk alá. Aki nem bátor, gyanús. Igen, aki nem jön, gyanús lesz. Nem kell, hagyjon. Ha nem jössz ide, ne sírj még. Te vagy a tolvaj. Ne sírj még. Üdvözöljük, Viktória, legyen szíves, foglaljon helyet. Köszönjük szépen. Jól fogadta a meghívásunkat, legyen szíves bemutatkozás, és mondja el, hogy hol tartózkodott az adott időpontban. Szereti. A kertész, csak kertész. Ne lőj el mindenki. Oda néz, milyen kis láncot szű a derekad közé. Vikire felszerelték. Ez a hasi, a hasi légzés, és rátették mindjárt, vagy rátezik az új lenyomat érzékelőt is. Nem a nedvesség. Ha nedvesedik-e? Aha. Az új lenyomatot megnézik. Nagyon érdekes. Jó. Mit akarsz tudni? Hagyjuk tényleg azt a perselyt, Jani. Megjött. Ó. Elrohant. Aha, jó. Irénke, drága. Irénke? Neked üzent, Zsül. Vagy dugd el azt a rohadt persze, igen, hogy mind vissza a pénz. Ha eddig nem felezted meg, akkor most már ne. Na, nagyon jó. Rám kötnének egy hazugságvizsgálat, azonnal elkezdenék izgulni. Van miért? Tessék? Van egy alapizgalmi állapot, de ez mindenkiben van. Ez jó, ennyi év után. Az mindenféleképpen kimutatja az alaphelyzetet, és majd az ahhoz képest eltérés mutatja az is. Ez az alaphelyzet, hát kiverte itt az izét, a odarész. Mit verte? Ki van? Viki kiverte a monitor. Már jönnek az SMS-ek, Viki, lebukunk. Igen, ezt nem úsztuk meg. Menekülj, véges fel minden hidat. Jó. Már kint van. Már szorulsz, mi? Na, jó van. Okay. Jöjjenek először a sima standard kérdések, amivel ugye bekalibráljuk a gépet. Kalibráljunk. Kalibráljunk gépet. Fiú vagy? Igen. Jó? Nem érzett a gép. Ennyi igazat mond. Oh! Ezért van mindig hason. Ezért nem láttalak még soha mesztelen. Ez egy komoly hazugság. Jó, oké. Okay. Na, okay, tehát komoly. Oké. Okay. Lány vagy? Igen. Jó, hát ti jöttök, én megnyugodtam. Ha a többiek nem érdekel. Nekem ez jó, ez a lefelé? Ez jó, nekem ez volt a legfontosabb. Aha. Jó. Figyelj, ez az igaz. Aha, ja, figyelj. Oké. Szerelemből házasodtál? Igen.
Feri. Igen? Gyerekek. Simon? Simon? Nem. Mondd, hogy igazat mond. Nem mond. Tényleg nem mond. Hát, ha igazat mond lefelé, megy okay. Így. Ha, nézd föl. Meg, hogy hogy okay. Nem. Oda néz. Feri. Ott jöjjön van. A következő szívik kérdés. Csak mutatom. Hozományra vadásztál? Figyelj oda a kérdésre. Figyelj oda. Oké. Okay. A következő kérdés. Azt mit akarunk tudni? Hogy nézd, hol volt az a... szememben. Vagy az ő szemébe. Valakinek ne a monitor. Figyelj. Szerinted Gundel Takács Gábor. De rohagyjál! Folytasd! Jobb műsorvezető, mint a férjed? Kizárt. Igennel vagy igen. Nemvel válaszoljon, nem. Kérem. Hazudik? Nem. Istenem, köszönöm, hogy a kukor. Kb. Ugyanaz? Amit a Jani kérdezett az előbb, a kertész. Csak kertész? Aki most van. Vagy az előző. Mert ő értett a dugulás elhárításhoz is. Hazudik! Már ezzel. A kertést cseréltünk, csak mondom, hogy valamiért az előző kertész nem jöhet többet. Jó van. Te loptad el a perseit? Nem. Nem. Nem ő lopta el? Simon, nem ő lopta el. Tudod, hogy ki lopta el? De sem mozdul. Tudod, hogy ki lopta el? Nem. Aha. Nem. Jó. De gyanítom? Igen. Jó. Oké, meg vagyunk, jó. Oké, felszólítjuk a szélszeseket, hogy jöjjenek. Köszönjük szépen, Viktória. Értesítjük levélben. Nekem van egy ötletem, hogy ki jön utánam. Kérem, nevezze meg, hogy önként gyanít. Jöhetnek a programosztályról, a hírosztályról. Így van, bárki. Jó. A legfelsőbb körökből is. Jó. Én hozok valakit. Hozzá valakit. Jó. Jön a programigazgató. Azt megtudtad, amikivel kapcsolatban, amit szerettél volna? Hát lesz egy telefonom a kertészben. Érted? Igen, mert tényleg nem számít a mér. De. És igazat mondom. Ó, megjött a műsor másik szerkesztője. László, Laci, nagyon elszánt helyet. Vagy. Foglalj helyet. Hát jelzem, hogy Titus nem akar jönni. Nem kell levetkőzni, Laci. Nem kell levetkőzni. Igen, nem, ez nem az a kár. Érted, dobta le a szettet. Aha. Úgy. Cicire, pocira. De megkérdezzétek, hogy kedvellek-e titeket. Jó együtt dolgozni. És egyelőre gyerekek, csak stábon belül hallgatunk ki mindenkit. Tehát egyelőre nem volt külsős. Aki nem vállalja, az... Az is gyanús. Az gyanús. Simon is azt mondja, az gyanús. Az gyanús. Igen. Aha. Próbáljuk ki, hogy valamit hazudok azért, hogy működik. De biztos vagyok benne, hogy mindjárt. De ne azt, hogy kedvellekem abban. Ja, jó, igen. Jó, oké, fent vannak az érzékelők. Jó, jöjjenek az általános kalibráló kérdések. Fiú vagy? Remélem. Igen vagy nem. Igen. Nem lehet. Ja. Igen. László vagy? Igen. Igazat mond? Hát ez egyenlő, uh-huh. Még nem derül ki. Ja, mert most már is indítjuk. Oké, okay. Most. Józsi vagy? Nem. Mit kérdezek, amire automatikusan hazudik? Tehát mondjatok egy kérdést, hogy lássuk, hogy milyen az, amikor hazudik. Hát kérdezz valamit, és akkor direkt hazudok. Aha, várjál. Milyen jó, de ügyesen csináljuk ezt a poligráfot. Nagyon tehetségesek vagyunk. Uh-huh. Volt már olyan, hogy pontosan be akartál érni? Nem. Hát nem hazudik. Akkor meg is vagyunk. Hazud azt, hogy rosszul érzed magad, ha nem érsz ide előbb, mint a Jani? Nem. De mondd, hogy igen, hogy hazudj! Nem lehet így. Az, hogy túl őszinte, nem jó, túl őszinte. Igen. Se teljes izé van. Te loptad el a perseit? Nem. Uh-huh. Nem hazudik. Aha. Azt mondja. Jó, hát a saját stábunkat kilőttük, még Juli tudjuk. Kérdezzétek meg, hogy kedvellek-e benneteket, mert én se tudom rá a választ. Azt mondja, hogy hát, ha megtudom. Vannak emberi érzéseid? Igen. Hazudik! Hazudik. Nagyon jó. Uh-huh. Próbáltál már fogyni illegális szerek segítségét? Nem. Látszik! Ilyen durva! Figyelj, az a durva, hogy látszik! Tehát az a durva, hogy ugrálj! Igen, hát Laciról tudjuk, hogy azért sokféle szert vásárolt már aluljáróban. Nem, nincs olyan szer, amit nem vásárolt volna még meg. Ajajajajaj. Jó, most megvan a saját stábunk. Tessék? Szóljatok a Titusnak, hogy várj. Tényleg, gyere már, Titus! Ne legyél puha, Titus! Mutasd példát! Ne legyél puha!
Jöjjön be, tényleg, szóval mit csinál? A programigazgatónkat várják a recepciónál. Azt nem mondd, hogy melózol. Feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencén. Na, jöjjenek akkor a szélszről. Gyerekek, senki nem mer bejönni. Nem mer bejönni. Nem mer bejönni. Aha, és mit csinál? Mit csinál? Apró trolliz. Mit csinál? Tünteti el a 40 ezerért. Tünteti el a malac versenynyomait. Nem mer bejönni hozzá a programigazgatón. Hát pedig nincs annál nagyobb díl, mint a saját programigazgatódat hazugságvizsgálóra tenni. Hát, jöjjön be! Én meg mindenkinek állandóan azt mondom, hogy jó fej. Elment? Ha, na most. Kaput telefonál? Most egy kanálnak a nyelével, most éppen kikaparta a rácsot az ablakon, és kimászott ide az ülői. És szalad a Nagyvárad tér felé. Vagy kapcsi, gyere már be legalább te. Szélszről. Jó, de tudod, hát szélszes nem tudja, hogy mikor mond igazat, és mikor hazudik. Na várjál, 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 ezt mindjárt dolgozunk. Mit csinálsz rá, ez egy vírus? Fölhívom. Nem tudom, mert tárgyalok. Ez lesz a válasz. Figyelj. Fölhívjuk. És kinyomott. Pedig mekkora pillanat volt, 6 méterre telefonáltál. Fölhívtam a Tituszt. És végre sikerült. Fölhívtam a Tituszt, hogy jöjjön be, de kinyomott. Nem mer beülni hozzánk. Be van csukva az ajtaja? Szegény Viki meg itt vadászik alanyokra. Gyerekek, senki nem mer bejön. Kapcsi jött volna, csak kakki. Csak megint kakki, de remélem fönt. Nem, biztos lesz benne, hogy itt. Érdekes, hogy Titus pont most mondott fel. Jó, ez az. Na. Gyerekek, tiket tényleg nem mer beülni. Dobd le az akkódat. Gyere, dobd le az akkódat. Jönnek a szélszről a kollégák. Dobd le az akkódat. Legyél, mutass már példát. Na, vedd le azt az akkódat, úgyis két számmal kisebb, mint a méretet. Már piroslik a fejed. Detektív úr, tegyük föl rá akkor a műszereket. Jó? Mivel a sales góra jött be, ez gyakorlatilag olyan, mintha az egész sales képviseli, lenne. Képviseli a sales, így van. Képviseli a sales. Ha te megbuksz, bukik mindenki. Vigyázz. Azt, hogy a tikke nem mer bejönni. Milyen puha. Hát komolyan nagyon van. Furcsa. Tessék? Lehet, hogy tényleg százasokat rollizik. Tünteti el a malac felség nyomait. A legutóbb az automatánál látták. Vett 1000 zapszeletet, hogy fölváltsa a pénzt. 6000 Balaton szeletet távozott az automatából. Csak dobálja. Hiába szólnak egy Titus, az már kifogyott. Megpróbálja az automatával elnyeletni, igen. Na! Hát egyelőre nem álljunk jól, szóval azt gondolom, hogy még azért ilyen magánnyomozó irodát ne nyissunk. Tehát ezzel a fajta attitűddel azért még nem vagyunk meg. Nem vagyunk meg. Nem lesz meg ez a rohadt persé, én úgy érzem. Illetve a persé megvan, egészen pontosan a pénz nincs meg. Na. Hát ilyen nyugalmi állapotot lássuk. Na. Egyelőre gyerekek, Titus a gyanús. Mindig az a gyanús, aki nem mer jönni. Nem? A szélszesek itt vannak, neki képviseli őket. Jó, mondjuk ugrál anélkül is, hogy bármit mondana. Gyulit is föltesszük utána azért hazugságvizsgálóra. Tudod, aranyos, mosolyog. Ki tudja, meg vagyunk? Meg vagyunk. Jó. Jöjjenek az ellenőrző kérdések. Milyen ellenőrző kérdést tegyek fel? Neki? Igen. Egy olyan, amivel bekalibráljuk a gépet. Fiú vagy? Igen. Az udik, nem? Pedig a céges... Határeset. A céges bulin olyan fura dolgot suttogott a fülembe. Oké. Nyakkendőt viselsz? Visel nyakkendőt? Igen. Igen. Mert igazat mondod. Tényleg, de nem viselkedj. Ja, ez a nyakkendő? Akkor igen. Oké. Okay. Jó. Tudsz valamit a malac persejről? Hallottam róla. De várj, ez milyen hülye kérdés. Igen, tudok róla, egy malac formájú persejt én szoktok benne gyűjteni. Tudsz valamit a malac persejről? Igen, tudok. Hallottál valamit arról, hogy kitörte föl a malac persejünket? Nem, tőletek hallottam, hogy feltörték a maraszpest. Túl sokat beszél, hazudik. Nem, de jó, de ez foglalkozási ártalom. Oda néz. Látod? Mondom, kamu. Valamit bejelzed? Igen. Jó. Te törted föl a maraszpest? Nem. Igazat mond, nem jelez a gép. Most jó. Tudod, hogy ki törte föl a maraszpest? Nem. Most se hazudik. Soha nem hajolsz le az apróért?
De igen. És te hazudik. Gyerekek, nem, az a baj, hogy nem. Nem, a CS képviselője is átment. Azt megkérdeztük, hogy tudja-e már, hogy környezeti, azt is megkérdeztük, hogy tudja-e. Tehát, hogy akkor a CS-esek közül sem ment oda valaki, mondta el Petinek, hogy én voltam, csak nem mondta, mert nem tudja. Basszus. Nem tudja. Jó, na mindegy, várj még egy utolsó kérdés. Elkapnád a Zsuzsit? Figyelj, szemét vagy. Na jó, menj! Láttam sok dolgot. Zsuzsi, ami promóciós. Ami promóciós lányunk. Ajajajaj. De Pisti írja, hogy rosszul teszitek fel a kérdést, mert a persejt nem loptál senki. Tehát egyébként igazam, a rosszul kérdezünk. Ja, tényleg. Te törted fel, akkor ez. Igen, te törted fel a persejt. Köszi, Peti. Köszönjük, Peti. Megmentetted a kicsit szakmai voltál. Gyerekek, ez milyen, hogy a programigazgató nem mer bejönni? Hát komolyan mondom. Csak. Nincs vér a pucájában. Hát vagy ő volt. Gyere, Juli! Az Juliskát is tegyük föl. Alap! Gyere, Juli! Gyere, Juli! Ha Juli lopta el, akkor neki legalább van indok arra, hogy kell a pénz a rovathoz, hogy megint el tudjon menni valahova. Egyébként Juli, igen, Julinak kell a pénz, tényleg, mert minden mindig kipróbál. Nemrég posztolta ki a gyerek új cipőjét. Magamra, tegyem föl magamra? Ne, várj egy picit. Mindjárt jön. Mindjárt én izgulok. Tessék? Mindenki izgul, aki egy beült, tehát az egy alap dolog, hogyha hazugságvizsgálat tesznek rád, akkor nem követtél el semmit, de elkezdesz izgulni, hogy valami olyan kiderül. Előző is annyira izgult, hogy itt hagyta az akolyát telefon. Itt hagyta, tényleg? Megnézted, cash volt benne. Vegy kell a pénzt. Peti, az Armani! Igen, az isztambuli Armani. Jó, hát ezt nem nézi senki. A türkis Armani. Türkis Armani, de bazárt sorról, Peti. Na. Na. Hú. Fiú vagy? Nem, mi kérdezünk? Ezek az általános, a kalibráló kérdések. Lány vagy? Igen. Nem fiú vagy, igen? Jó kérdés. Az volt a nem? Gondoltam állalálva arra, hogy szeretnél fiú lenni? No. Oké. Okay. Mit gondolsz, igen vagy nem? Julinak hívnak? Igen. Okay. Tudsz valamit a malac persejről? Nem. Ha, eddig jó. Hallottad, hogy kitörte fel a malac persejünket? Nem. Miért hallottad? Mit gondolsz? A rendőrségen ez van, hogy te egy visszadumálhatsz, vagy egy nyomozónál, Juli? A kis műsor eleméről. Tessék, megvannak még a fotók a megyfáról? Nincsenek. Nincsenek? Azért ide sandítottál. Tényleg nincsenek. Használtál már pezsgős üveget nem rendeltetésszerűen? Igen, tettem ki bele madáreledet. Igen, egyszer adtam bele virágot. Nem. Hazudik! Nézd meg! Nem akarom tudni. Jó, akkor megyünk rá itt a részletekre. Nem akarom tudni. Ott van, Juli! Ott van! Úristen, nem akarom tudni a részletekre. Nem, várjatok meg! Nem várunk, hát itt van. Ott a jel. Aha, igen. Azt majd nézzük csak a szakember, hogy mi a nem és mi az igen. Igen. Jó, nem hazudik, nem tud ő se semmit. Jó, oké. Okay. Jó, de a pecskés üveg sztorit azt ne hagyjuk egyiben. Egymást is föltesszük? Hát, ha köztünk van az űrge. Az űrge? Köntsünk űrgét. Hát akkor most a magunkat is tegyük föl. Jó, ki legyen az első. Feri, menjél gyorsan, dobjuk el. Sajnos aztán már nem lehet. Hogy szalad az idő, mindjárt best of. Hogy szalad az idő, hármas ugrás is kell játszanunk, akkor a pályát, hogy elment az idő. Na. Igen. Itt vagyok. Várjatok. Ó, Istenem, hát ez nagyon jó. Melkas. Még végig kéne hallgatni mindenkit. Csak majd beigazítom. Ja. Julinak köteken, és lefeküdtél az amatőr fotós. Igen. Szerinted volt film a gépébe? Ja, Istenem. Titus mit csinál közben? Mi mindig kamu telefonál? Nem, valami dobál a bőröngyébe.
csomagolsz. Papírdobozokat rak egymást. Mik azok a papírdobozok üresek? Nincs mit elvigyel, semmi nincs az irodájában. Igen, azok jó kis üres papírdobozok, bármikor jól elköltöztetés. Igen. Egyetlen egy könyv van a polcán, hogy el legyek profi rádiós. Igen, de még mindig be van fóliázva. Elítok, még nem szedte le a borítottam. Be vagyok kalibrálva. Kamu telefonál, végig kamu telefonál. Nincs is senki a vonalban, ezt fogadjunk, hogy senki nincs a vonalban. Oké. Okay. Meg vagyunk, felé rátettük. Nem telefonál. Jaj! Jó. Mit kérdezzünk felétől? Fi. Szakálas vagy? Igen. Alul is. Miért van az, hogy ennyire ismerlek? Nem. Nem, magam elé képzeltem, hogy mi alul. Nem. Ah. Csak egyszer gyújtottál rá? Igen. Egyszer gyújtottál? Uh-huh. Szereted a csülköt? Igen. Ez mi a hát most lövi be. Hát ebben most kalibrál. Hát azt mondta volna, hogy nem, valószínűleg elszállt volna a gépbe, hogy ott volna a szoft. Ez elfüstölt volna. Azonnal az alaplap és a processzor. Várj, azt nem kell, hogy a malacsal most nem kérdezhetitek a malacot. Hát megkérdezhetjük ugyanúgy, dehogy nem. Hát de a malac nálam, érted, egy érzelmi töltet van malac irányában. Érzelmi töltet. Igen, igen. Meg tudnád mondani, hogy hány órakor van mennyi idő? Meg! A hallgatói kérdés volt. Jó. Hazudtam. Hazudtam. Tehát nem tudod megmondani. Nem tudom megmondani. Jó. Tudsz valamit arról, hogy kitörte fel a malac persejt? Nem. Nem tud. Nem hazudik. Biztos? Nem. De tényleg? Ahogy te szorítasz sarokba. Jó magánnyomozó lennék? Jó magánnyomozó. Igen. Egy picit összezavarnád az ügyfelet. Ezek a legdirektebb keresztkérdések, amikor nem veszi észre az ügyfél, hogy hogy válaszol. Mit kell? A másik, amikor azt mondtam, hogy nem biztos, akkor kijelzett. Szereted a kolbászt? Igen. Uh-huh. Mondd még egyszer, kolbász. Kolbász. Igen. Szereted a teniszt? Nem. Nem hazudik. Passzus. Néztél már bele a blendébe? Kifelé jöve? Igen. Jó. És nem hazudik. Igazat mond. Nem, gyerekek, nincs meg. Jó, nincs meg. Akkor még egy utolsó kérdés. Szerinted szárazon is van boldogság? Nincs. Jó, meg vagyunk. Nem, ő se. Ő se tud. Senki nem hazudik. Senki? Mindenki becsületes ennél a cégnél. Még a kapcsit tegyük rá gyorsan. Ő is a szélszél dolgozik, de neki a szemes álló. Jó, de őt árammal. Ő volt az első, aki mindig jött. Én jövök. Aha, hazugságvizsgálat. Én jövök. Nem, bármit kérdezhetek. Lehet, át tudja verni a hazugságvizsgálat. Na, egy utolsó. Na. Hova? Kapcsi már be van tojva. Kapcsi is a szélszen dolgozik. De ez a derekamon van. Tessék? Az a nef a hasi légzést figyel. A hasi lég. Igen, hát a férfiak hason lélegeznek. Hát a tegnapi babgulyás után. Mit csinál a tikker? Tikker mit csinál? Kamutelefonál még mindig? Még mindig. Mennyire puha. Atya úristen. Mennyire puha pöcs, nem? Ez nem baj, hogy laza? Ne fontoskodj. Ne fontoskodj túl kapcsi. Nem kell túlpörögni. Te csak kérdésekre koncentrálj. Ez csak így. Jól mehet. Ja. Nekem jönnek közben az SMS-en? Nekem. Jó. Jó, meg vagyunk, bocsánat. Meg vagyunk. Izgulok. Izgulsz? Nagyon. Igen. És izgul, nem hazudik. Fiú vagy? Fiú. Igen vagy nem? Ja, igen vagy nem? Hogy megörülsz senki vagy? Fiú. Végre elmondhatom, fiú vagyok. Fiú vagy. Oké. Okay. Lány vagy? Nem. Malac. Ne bántsd. Akarsz lány lenni? Most egy csomag fut mostanában, amit csak ortalmozok. Hagyjad, te nem kell ennyire. Kérdés technikát váltok, hogy hát a reagára vagy bejött. Jaj! Hol? Malac mögötted. Persej. Tudod, hogy ki lopta el a malac persejből a pénzt? Nem. Uh-huh. Nem tudja. Szoktál trükközni a jutalékokkal? Nem. Nem szokott. Uh-huh. Nem, mindig közben nézek Simorra a magánnyomozónkra, aki értékeli a szoftver, de nem szokott. Szereted, ha bevág a fecskén? Nem. Szerinted Popsiba megcsalás? Micsoda?
Várjál, mert most nála van itt. Jó, ő se tud semmit erről, gyerekek. Nem, becsületes, becsületes. Jó, de neki a gumis szexuális forradalom. Kapcsikám, elengedni. Na, köszönöm. A legfontosabbat tudjuk. Nem, nem, nem. Ő sem. Basszus, nem kérdeztük meg, hogy tiszteled-e a főnököt. Nagyon kompromitáló dolgokat nem akarunk kérdezni. Kapcsi, meg vagyunk, te is becsület. Becsületes vagy te. A szélsz, látod? Nézd meg, az igazi szélszesek. Megvédték a becsületüket. Nem, nem a, nem a szélszen kell ezt keresni. Mondtam, hogy külsős lesz. Na jól van, Jani, majd egyszer magunkra is teszünk, elszaladt az idő, hogy látom. Oh, Istenem, már a best-of jön. Hát már jön a best-of, és még gyorsan játszanunk kell. Így alakult. Hármasugrás játszunk már is gyorsan, itt van egy hallgatónk. Simon, nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget. Köszönjük szépen. Nem találtuk meg. Szívesen. Legalább tudjuk már, hogy kikben bízhatunk. Igen. Tudjuk, kik az igazán megbízhatóak. És kik a puhák. Ugye? Zsül. nem drága nyolta. Na, már is itt van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Laci vagyok! Laci, hello! Szia, Laci! Laci! Laci, honnan hívtál minket? Jelenleg Hajdúszoboszlón vagyok, de egyébként Tiszafüredi vagyok. Tiszafüredi. Na már is mennek a kérdések, figyelj. Mehetünk? Igen, kész vagyok. Így szól az első kérdés. Milyen növényfajta az ezerjó? Ezerjó, olasz. Ezerjó, várjunk. Szőlőfajta. Így van, talán, szőlő. Talán olasz, szőlőfajta. Olasz. Igen, szőlő. Szőlő, így van. Így van. Menjünk tovább? Igen, persze. Bézbosabkányt így szól a második kérdés. Melyik országban rajtolt el a túrautó világbajnokság idei szezonja? Franciaország. Pontosan így van. Két csodálatos harmadik helyjel kirítottad a Mielisznorot. Hajrá, Norbi. Így van, beszéltünk vele a héten. Jön a harmadik kérdés Morning Show óráért? Mindenképpen. Melyik században élt első László magyar király? Ne kapkodj. Első László magyar király. Húha. Hát, hogy első, tehát valamikor László, korán. Valamikor nagyon korán, ilyen 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nem. Válasz ki egyet. Válasz ki egyet. Első László, szerintem akkor a 11. Éj, de szép! Jól van! Így van, 11. Jó baj. Kis segítséggel. Ah, nem kis baj, segítsége. Nem tiltjuk ezt. Jól van. Nagyon jó, nagyon köszönöm. Hát mi köszönjük, hogy játszottál velünk, megvan az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük neked, Laci. Igyekeztem, köszönöm szépen. Egy Lacinak, hát aztán meg persze tudni kell az utolsó kérdés. Köszi, csáó, vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye egyrésztről beszélgettünk a Walking Dead rendezőjéről, akit leszidott az anyukája, mert hát nem tetszett neki az évad zára, ugye? És arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor a mama vagy papa, mi drága szüleink, ugye nem hajlandóak elfogadni azt, hogy már felnőttünk, és még akarva akaratlanul kicsit beleszólnak gyermekeik dolgába. Hát szenzációs SMS-eket kaptunk, hogy felnőtt tényleg férfiak, nők, ugye mit élnek át akkor, amikor apuka vagy anyuka megérkezik, és ő úgy gondolja, hogy jobban csinálná, mint a gyermek, és próbálják ugye a felnőtt gyermeket néhány tanáccsal kisegíteni. Igen, és azért fura ez, amikor egy felelős beosztásban lévő komoly emberek kapnak egy telefont, hogy Vladimir, mi ez a vircsapta krimfélsziget? Igen. Hogy jössz te mindig most? Nem lőttél fel. Mindig nem lőtt a fejed, lányom. Igen. Erről beszélgettünk, valamint volt egy kérdés, ami tőlem hangzott el, és aztán elindultunk ezen a nyomvonalon, hogyha a kullancs sokkal kártékonyabb, mint a szúnyog, akkor miért nem állunk át szúnyogírtásról kullancsírtásra? És hát egy teljesen életszerű kérdés. Igen. És próbáltuk a valódi okát megfejteni, hogy vajon miért nincs kullancsírtás. Hát ez egy vidám reggeli műsor, néha azért behozunk komolyabb témákat is, és megpróbáljuk tudományos igényességgel mondjuk így megfejteni. Igen. Itt a tudományos igényesség a hívó szó, ahogy mi megpróbáltuk megfejteni, hogy miért nem kullancsot írtunk, és miért a szúnyogot. Na jönnek akkor a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc múlva pontosan
10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Csabi, mi újság? Képzeljétek el, hát de gondolom, ti tudjátok, csak a hallgatóknak mondom, hogy abban a pillanatban, amikor nálatok itt a Morning Show-ban debütált az új Ákos dal, igen, akkor a klipje pedig a megújult honlapunkon. Wow! Tehát egy, jó, együtt gyakorlom. Indult el, úgyhogy ha valaki esetleg lemaradt volna róla, természetesen a klipot megnézhető továbbra is. Tehát a vadi új honlapon? A új Klassz FM honlapon. A megújult Klassz FM honlapon. Ott debütált az új, ugyanúgy klip. Megnézzük akkor azt. Jó, nézzétek. Hallottad a dalt? Jó, nem? Még nem hallottam, mert közben itt más elfoglaltságom volt, de mindjárt meghallgatom, illetve megnézem a klippet a... Vadi új honlapunkon. De profi! De jó, de profi! Hívjuk a nap hallgatóját már is, ha mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag. Ajjaj. Ajajaj. Hát ez szép. Elég nagyon helyes, amit írt. Igen. Jó reggelt, hello, Morning Show, Balászia. Te Csabi, Feri, Jani, mindenki. Hello. Jó helyen vagyunk? Jó napot kívánok. Jó, csak csókolom, kezd csókolom, vagy szia, nem tudom. Írtál nekünk SMS-t, és ezzel teletél a nap hallgatója. Valóban küldtél, vagy félretárcsáztunk? Nem tudjuk meg soha. Nem. Akkor örültünk, kezdi csokolom. Szép napot. Viszont hallásra. Kezdi csokolom. Jó egészséget. Az SMS író ennyit írt, már nincs időnk újra visszahívni, de fölhívjuk adáson kívül, ő lett a nap hallgatója. 40 éves vagyok, ha bemegyünk valahova, anyukám szól, köszönj hangosan. Zseniális. 40 évesen. Szép. Mama semmit nem bízza véletlenre. Szerettük az SMS írját, ha hallasz bennünket, te vagy a nap hallgatója, mivel mi tárcsáztunk félre, így még egy ajándékcsomagot is meg előlegezünk neked, ha felvetted volna, és mondtad volna. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt megtetted volna, úgyhogy tiéd az ajándékcsomag, jó? Hát vagy lehet, hogy olyan mama volt. Tudod? Vagy lehet, hogy a mama volt. Hát ide kislányom, nem alázsi gyerek. Nem, köszönök. Úgy kiosztom azt a felvágott nyelvű ficsúr, végül valakit, jó megkapja. Csabikám, remek zenék? És minden mellé, hogy ugye az Ákosnak a vadi új klipjét meg lehet nézni megújult honlapunkon. Hozok egy dalt, az előadóját nem fogjátok ismerni, mert sosem ismeritek, bár ezerszer ajánlottam, de nem is ő a fontos, a Duke Dumont, hanem maga a dal, zseniális dala van a refrénnek. Fülbemászó, szeretni fogjátok, Ocean Drive. Legyen így. 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.